A kálvinista apologetika mostani beszélgetését ti tettétek lehetővé. Ha támogatni szeretnétek a csatornánkat, csatlakozzatok a Patreonos közösségünkhöz, és látogassátok meg a patreon.com/kálvinistaapologetika oldalt. Minden egyéb infó a leírásban. Sziasztok, én Nagy Gergely vagyok, ez pedig itt a Kálvinista Apologetika, és ebben a videóban, illetve ebben a beszélgetésben dr. Szalai András valláskutatóval fogunk beszélgetni, vagy vele fogtok hallani egy beszélgetést a buddhizmusról. Mielőtt viszont elkezdenénk, szeretném megköszönni a Patreonos támogatóknak, illetve a sidedesign.hu-nak, hogy lehetővé tették, hogy létrejön ez a beszélgetés, és szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy tart még a kampányunk, nem tudom mennyien tudjátok, hogy egy könyvet tervezünk kiadni, illetve már a kiadásnak az előkészületei megtörténtek, Észszerűség Tudományos Isten címmel, ami könyvben a dr. Szalai Miklóssal, dr. Orszászóval, Boldogi Zsoltra, illetve Puzsér Róberttel folytatott beszélgetéseinknek a legfontosabb részét olvashatjátok majd, illetve exkluzív interjúkat velük az észszerűségre, a tudományról és az Istennel való kapcsolatukról. Ezt a könyvet támogathatjátok a Kálvinista Apologetika Patreon oldalán, ehhez minden infót megtalálhattok a leírásban erről. Szervusz András, most már te is látsz, örülök, hogy újra itt vagy, és megtisztelsz bennünket azzal, illetve nézőket azzal, hogy egy, hát talán az eddigieknél egy kicsit testhez állóbb témáról fogsz beszélni itt köztünk. Ugye veled a Jehova tanúiról, a mormonokról és az iszlám vallásról is láthattak már az érdeklődők beszélgetéseket, egyébként nagyon nagy sikerük van ezeknek, úgyhogy én kifejezetten örülök, hogy ezek létrejöttek. Mit kell tudni rólad, és miért kicsit személyesebb ez a téma a többihez képest, András? Hát metodista teológus vagyok, az Apológia Kutatóközpontot vezetem, ez egy ilyen keresztény hitvédelmi kutató, oktató, tanácsadó központ. Újabban a Pünkösdi Teológiai Főiskolán az apologetika szakirány vezetését bízták rám, ahol hát téged is ugye meghívtalak ateizmus-agnoszticizmus témában tanítani. Tehát apologetikával, hitvédelemmel foglalkozom, valláskutatással. És hát amilyen személyesebb ez a téma, mondjuk, mint az iszlám, vagy a Jehova tanúi, vagy a mormonok voltak, hát hogy én magam is buddhista voltam, mielőtt keresztény hitre tértem. És azt lehet tudni, hogy mikor tértél meg, mennyi ideig voltál buddhista? Ja, hát így röviden, még tínédzser koromban lettem buddhista, tehát olyan 16 éves koromban, és egy 8 évig gyakoroltam. Szerzetesnek készültem, akkor a Körösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézetben hallgattam jó pár évet, mielőtt keresztény hitet értem, és hát emögött meg egyszerűen egy Isten élmény volt számomra is váratlan módon, meg fordulatként, és hát azóta is keresztény vagyok. Ez 1990-ben történt. Majd a végén, illetve ennek a beszélgetésnek a végén, hogy egy kicsit előre ugorjak, kitérünk majd arra, hogy maradhat-e meg ebből a buddhista háttérből bármi egy keresztény számára, vagy mihez kezdhetünk mi keresztények a buddhistákkal, a buddhizmussal. Nagy vonalakban a mai témák arról fognak szólni, vagy azzal fogjuk kezdeni, hogy mi maga a buddhizmus, egy általános bevezetőről lesz szó, majd különböző mítoszokat fogtok hallani, vagy mítoszokról hallottok a buddhizmussal kapcsolatban, és a végén azt fogjuk megnézni, hogy miért ilyen népszerű a buddhizmus, mihez kezdhetünk keresztényként a buddhizmussal, és azoknak a kérdéseire fogunk válaszolni, akik a Patreonon tettek fel kérdéseket Andrásnak, ugyanis mivel ez nem egy élő adás, azok, akik támogatják a kálvinista apologetikát, azok tudtak külön kérdezni, és az ő kérdéseiket fogjátok majd a beszélgetés végén látni, és ezeket fogja András megválaszolni. És arra biztatlak titeket, hogyha értékelitek ezeket az adásokat, ezeket a felvételeket, ezeket a beszélgetéseket, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve kövessétek Andrást az apologia.hu-n, illetve nektek is van már, ha jól tudom, ugye YouTube csatornátok, András. Vagy legalábbis... Készülőben van, igen. Igen, készülőben van, de minden...
Egy kis film van már fönn a szektákról, egy ilyen kinetikus tipográfiával, de világvallások meg a többi, ez nincsen még fenn. De minden elérhetőségeteket, ahol megtaláljuk ti anyagaitokat, be fogjuk rakni a videó leírásába. Szóval Köszönöm. akkor induljunk el az elejétől, András, és azoknak, akik talán egyáltalán nincsenek képben azzal kapcsolatban, hogy mi a buddhizmus, arra kérlek, hogy egy picit járjuk körül ezt a témát. Ugye segítettél összeállítani egy adásmenetet, elindulhatunk, illetve elindulunk onnan, hogy ki volt Buddha, és hogy egyáltalán hogyan válik valaki buddhistává, talán akkor ide fogunk megérkezni, de mi az, ami ahonnan el kell indulnunk, és ami a kiinduló pont, maga Buddha? Igen, tehát maga a buddhizmus ugye az egy világvallás, ahogy szokták mondani, alapból nemzetközi vallás, akár csak a kereszténység, tehát nem egy olyan nemzeti vallás, mint még a japánoknak a Shinto, vagy egy olyan alapvetően nemzeti, vagy hogy mondjam, törzsi, vagy egy kultúrfüggő vallási entitás, mint a hinduizmus, ami azért a hindusztáni félsziget ugye vallási irányzatainak az összessége, ha lehet így mondani. Tehát a buddhizmus az egész világon elterjedt vallás, kb. 360-380 millió taggal, és az egész hiszem egy egyetlen embernek a buddhizmus tanítása szerint egyetlen embernek a tanítására, tehát szemben a hinduizmussal itt van egy alapító, aki konkrét időpontban élt, ilyen Krisztus előtti 5.-4. század, vitatkoznak, hogy most 560-tól 480-ig Krisztus előtt élt, vagy plusz-minusz évtizedek. Ez mindegy, lényeg az, hogy az ő története, az ő élettörténete és a buddhista tanítás az milyen összefügg. Tehát ugye először is Gótamának hívták, vagy szanszkritosan Gautama, talán jobban ismerjük itt a nyugaton, de mindig Gótamának hívták, és ott valahol Nepál déli részén, Észak-India részén, Nepál déli részén született egy királyságba, és hát ugye a király csemetéje volt, tehát egy hercegként született, és hát az ő születése, ugye a buddha életrajzok szerint ugye már eleve egy csodás dolog. Egyfelől ez a furcsaság ott van a buddhizmusban, hogy buddha hol csak emberként jelenik meg, tehát hogy csak így tekintsünk rá, hol pedig valamiféle ember feletti lény. Tehát a legenda szerint, ugye a születésekről legendák szerint, az édesanyjának volt egy álma, akit ugye Májának hívtak, ugye mágia, mája, varázslat. Tehát Májának hívták a kedves mamát, és neki volt egy álma, egy mezőn, ott szépen gyönyörű természeti környezetben fekszik, és egyszer csak arra azt veszi észre, hogy jön egy fehér elefánt, egy pompás fehér elefánt, ami ott legel, meg minden, aztán oda megy ő hozzá, háromszor körben jár, és úgy tűnik, mintha belé hatolna. Igen, tehát ebben a klasszikus értelemben, és aztán az álmát, amikor elmeséli a férjének, az uralkodónak, és ugye a papok is kiértékelik, akkor derül ki, hogy hát fiút fog szülni, és hát ugye a buddhista történet írás szerint ez maga Buddha volt. Tehát a Buddha, mint szellemi lény, aki a Gótamaként ismert ember előtt is már ugye létezett valamilyen szellemi létformában, és hát így a saját édesanyját termékenyítette meg, hogy ő megszülethessen. És akkor meg is születik 10. hónapra. Tehát ugye ez is rendkívüli. És az édesanyja oldalából jön ki, tehát egyfajta szűz születés, meg nemzés, meg ilyesmik, bár más, mint a Jézus körüli történet nyilván, tehát más, mint az evangéliumok. Tehát rendkívüli módon születik, és aztán ugye elhangzik a jóslat a születésekor, hogy ő belőle most vagy nagy világhódító lesz, vagy pedig nagy vallásos személyiség. És persze ugye az édesapja ksatria, tehát uralkodó, harcos uralkodó, tehát azt szeretné a fia is, hogy átvenni a trónt, ezért egészen 29 éves koráig úgy neveli a fiút, hogy hát ugye a történet szerint olyan neveltetésben van része, hogy gyakorlatilag, amit egy keleti kényúra csemetéjének megadhat, azt mindent megkapta, és igazából fiatal, egészséges emberek vették körül egész életében, egészen 29 éves koráig. És itt jön az érdekes, hogy a legenda szerint egyszer a kocsisával kihajtott ezen a kastélyparkon kívülre, és ott életében először találkozik egy öreg emberrel, tehát még fehér hajat sem látott. Tehát rákérdez arra, hogy
milyen ez az ember, miért ilyen a haja? Tehát még fehér hajat se látott, aztán egy beteg emberrel találkozik, aztán egy halottal, és a negyedik találkozás pedig egy remetével. És mindegyik találkozás után, most, hogy négy találkozás, vagy egyszerre hajtott ki, és mindegyikkel találkozott, ez most mindegy, lényeg az, hogy a papája egyből próbálja őt visszafordítani abba az irányba, hogy ne maradjon a világi dolgokkal, foglalkozzon, és egyből szórakoztatni kell a fiút, hogy elfeledkezzen arról, hogy ő megöregedhet, megbetegedhet, hogy meghalhat, és hogy van egy olyan életforma, hogy remete, aki ezzel az egésszel szemben megy. Tehát érdekes, hogy hazamegy, és mondja a feleségének, hogy lehet itt gondtalanul élni, ha porrá válik testünk. Tehát most már mindenhol ott látja a mulandóság jeleit, a halandóság jelét, ennek a nyomait látja, ezért szomorú, az emberekre betegség, öregedés, halál vár. Mi öröm rejlik tehát a létben? Kérdezi. És a remete, érdekes módon az is fennmaradt, hogy a remete mit mond neki, és hát a remete az, aki láthatóan ugye tudatában van az élet mulandóságának. Azt mondja, vénség, betegség és halál felett gyötrődve távoztam otthonomból, kutatván azt, hogy tőlük mentesüljek, megszabaduljak. Ám mindenütt csak ő belejük botlok. Olyan boldogságot hajszolok, amely el nem romol, nincs kezdete, se vége. Oké, tehát ez volt a remete, és amikor aztán őt hiába próbálják szórakoztatni, ráadásul megszületik a kisfia, akit elnevez Ráhulának, azaz Bilincsnek, ugye, ami ide köti az otthonhoz. Ennek ellenére úgy dönt, hogy ott hagyja az egész királyságát, és elmegy, és mégiscsak ezt a vallásos utat választja. Szokták megörökíteni ezt a képet, ilyen buddhista festmények, ami még visszanéz az ajtóból, de ott látja ugye az előző esti buliból a udvarhölgyeket, mindenki kicsit csorog a nyála, meg félrecsúszik a ruhája, olyasmi látszik, amit nem kéne, meg ott van a felesége, és ugye a kisbabával, most ha felébreszti, hogy elbúcsúzzon, akkor nem fog tudni elmenni. Úgyhogy úgy megundorodik ettől az egész udvari élveteg életúttól, ha úgy tetszik, vagy életviteltől, és elmegy, és akkor a kortárs hindu vallásosság irányzatának, tehát a joginak megy, és mindenfélét kipróbál, mindenféle meditációs módszert, vitatkozik jókat a hindu a papokkal, az atmannak, ugye a léleknek, hogy az emberek lenne egy ilyen folyamatosan létező, állandó lélek darabka ő benne, ami az istenségnek egy darabkája, vagy attól független, de hogy lenne egy lelke az embernek, vagy hogy minek vannak ezek a védikus áldozatrendszer, ami eddigre már tényleg óriási méreteket tölt, és rengeteg pénzbe került, meg mindent, ez egész áldozati rendszernek a hiába valósága, a védák tekintélye, szóval ő mindenkivel vitatkozott, és ezeket szépen sorban elutasította. Tehát ezért van az, hogy Indiában a hinduizmushoz képest, a buddhizmus az egy, hát úgy, hogy mondjam, heterodox rendszer, tehát egy eretnek irányzat. Tehát ez ugye a hindu szakrális társadalmon, ugye ott vannak ezek a rétegek, ezen a hindu szakrális társadalmon kívül kerültek Gautama és követői, a buddhisták. Mert tagadta a védák tekintélyét, a papság funkcióját, a lélek, az atmannak a valós voltát, és a többi, és a többi. Tehát látjuk, hogy ott van ez az ő világi háttere, ebből elindul egy ilyen vallási irányba, és hát aztán ő nagy nehezen talált rá a középútra. Mert ugye az élet, egy olyan életet élt, ahol mindent megkapott, hogy tetszik egy élveteg életmódon, és ezt átváltott a másik végletre, hogy tetszik a ló másik oldalára, tehát az aszkézisbe, amiben majdnem belehalt. Tehát itt vannak jó sztorik, majd ha érdekes, akkor vissza lehet rá térni, tehát majdnem belehalt, és ez egy nagy nehezen, egy évek alatt jutott el végül is a középútra, az, hogy sem az élveteg életvitel, sem az aszkézis, az önsanyargatás nem visz sehova. És utána lépett aztán a saját ösvényére. Tehát az egész buddhista tan mögött ott van az ő életútja, ami igazából az életrajzi történet szerint valahol arról szól, hogy az ember szembesül a mulandósággal, a halandósággal, akkor is ettől eddig védték. De ez a sokszerű szembesülés a mulandósággal, a halandósággal, ez váltja ki benne azt az utat, amelyikre aztán rálép, és aztán mások számára is egy útmutatóvá válik. És hogyan jutott el oda,
ahol, vagy arra a pontra, hogy mi volt az, amikor rájött arra, hogy a szenvedés, illetve a tudatlanság az, ami az élet tulajdonképpen problémáit okoz, és ettől kell megszabadulni, ami ugye az alapja és gyökere, amennyire én tudom, az egész buddhizmusok, illetve amiből kiindulnak az ő tanításai, útjai, és a többi, és a többi. Tehát volt egy ilyen konkrét pillanat az ő életében. Hát ez egy folyamat volt. Tehát érdekes módon pont a lélek létezésével kapcsolatos vitái, tehát az Atman létezésével kapcsolatos vitái közben fogalmazza meg, hogy én csak hadd idézek buddhista szövegből, hogy azt mondja, mint minden a természetben, az emberi lélek is alá van vetve az ok és okozat törvényének, a jelen azt aratja le, amit a múlt elvetett. De, tehát a karmáról van szó, ugye a kama vagy karma, hogy ez létezik, ugye szerinte, de ez nem bizonyíték arra, hogy létezik egy változásnak ki nem tett én lényegiség, amely testről testre vándorol. Tehát, hogy a karma törvénye létezik, ezt ő elfogadta, az is, hogy de azt, hogy testről testről vándorolna a lélek, tehát a lélekvándorlást, annak a hindu felfogását, ezt azért tagadta, azt mondja, van újraszületés, de nincs lélekvándorlás. Tehát van egyfajta illúziós sorozat, de ez nem valóságos. Mivel az Atman, ez az én, ez a lélek, ez az én teszem, és az én akaromban nyilvánul meg, ez nem más, mint csalódás, mint tévedés. Azt mondja. És mondom, nem csak elméleti vitákról volt szó, hanem a mai téraváda irányzatokban még mindig előfordul, hogy van, ahol gyakorolják az úgynevezett temetői kontemplációt. Tehát az, hogy kimegy a temetőbe, és ugye a mulandósággal szembesülni akar, ugye azt akarja legyőzni, és az attól való félelmét, ezért ezzel szembesülni akar, és ott a temetőben, hát azért kortás, módszerességgel, így minden csontváztól a felpüffedt kékülő hullán át, tehát ilyen egy 10-es skálán próbál szembenézni azzal, hogy mivé válik az emberi test. És akkor tényleg ilyen totál módszeresen végignézve az oszladozó hullántól egészen a csontvázig, az, hogy lám mivé válik, és közben fel is maradt az egyik ilyen kontemplációs verse. Hagy idézem. Az, hogy a nézd a festői képet itt, ugye, szarkazmus. Es testet sebtől puffadót, beteget sokat akarót, melyben állandóság nincsen, ezt az elaggott dolgot itt, a bajfészket, a pusztulót, mint széjjel tép a gennyedés. Ezt a halandó életet. Csontokból készült íme vár, a vakolatja hús és vér, és a belsejében zárva él, vénség, halál, gőg és színlelés. És van egy záró formula az undor gyakorlatok, ezen a undor gyakorlatok végén, hogy ez nem az enyém, nem ez vagyok én, nem ez az én énem. Tehát látjuk az embert, aki szembesül a halandósággal, a testi mi voltunkkal, hogy tetszik az entrópia romboló hatásával. Okay? És ugyanakkor valahol érzi az ember, mintha hogy valami több, vagy valami többre kéne jutni ebből, mint ami pusztán ebből következne. Tehát ezen túl kéne lépni. És ekkor jön ez a bizonyos 49 napos meditációja, ami az a gyakorlat, amit itt leírnak a buddhista szövegek, ez, ami aztán a Vipassana címen, ez a tudati éberség, néven ismerjük, most mindfulness, majd erre még a végén visszatérhetünk. Tehát van egy ilyen gyakorlat, ami az ő praxisára megy vissza. És ennek úgy Dióhéjban az volt a lényege, hogy ez a tudati éberség az érzékszervek által közvetített valóságot, tehát amit látok, hallok, a saját testemben érzékelek, vagy a környezetemben, ezt a filmszerű valóságot így lelassítja, képkockákkal bontja, és egy ilyen lebegő, tudati, be nem avatkozó, tudati figyelemmel konstatálja, hogy most ez egy ilyen-olyan érzéssel eltöltött tudat, vagy ez most egy ilyen-olyan gondolattal eltöltött tudatállapot, vagy ez most egy zaj kívülről, vagy fáj a térdem, fáj a hátam, mert itt ülök, nem tudom, hanyadik órája lótuszülésbe. Tehát így konstatálja ezeket a belső tudati folyamatokat, külső, az ingerek által közvetített külső valóságot, anélkül, hogy ezeket sajátjának tekinteni, tehát az érzéseket, a gondolatokat.
meg ilyesmit, és úgymond szabadon szemlélődik. Ugye? Tehát innen van ez a mindfulness meditáció, és gyakorlatilag erre épül. És ennek az egésznek az a lényege, tehát az, amit az ember garantáltan megtapasztal ebben az egészben, hogy minden az ember belső és külső világában minden változik, és minden változó és mulandó részek mulandó halmaza, hogy minden szempont kérdése, hogy minden szempont korlátolt, egy szóval minden relatív. Ha létezik abszolútum, az az, hogy minden relatív, és igazából nincsen semmi a világon, ami változatlan, ami örök, ami abszolút lenne, és ugye valami ilyesmit keres. Csak ugye nincs ott az örökkévaló, meg ilyesmi, hanem csak az emberi tudat, ahogy önmaga felé fordul, szétanalizálja az érzékelhető valóságot a saját tudatán belül, a mentális folyamatokat, és utána nem ez a kérdés, hogy ki vagyok én, hanem azt a kérdés fölteszi, hogy mi az, ami énnek nevezi magát. Tehát ez egy nagyon hogy érdekes, hogy mondjam, mozzanat, hogy rámutat erre, hogy ez vagy te, ez a testrész vagy te, nem. Ez a gondolat vagy te, nem. Ez az érzés vagy te, nem. Akkor hol, és így sorra vehet téged, és szétanalizál, és felboncol, és akkor rákérdez, és akkor hol vagy te? Tehát hol van az, ami énnek nevezi magát? És kortárs hindu papokkal vitatkozik ugye az én létezésével kapcsolatban, és azok is a szemére vetik, amit nekem is az egyik előadás után egy matematika tanár mondta, hogy szerinte az a probléma a buddha logikájában, hogy az egészet összetéveszti a részek halmazával. Tehát, hogy szétdarabolja az embert, ez se vagy te, az se vagy te, az se vagy te, akkor te se létezel. Uh-huh. Tehát, mintha az egész az egyenlő lenne a részek halmazával. A másik, ezt így ex-buddhistaként, amit még így látok, mondom, ebbe, ez a meditáció garantáltan egy ilyen én képhez vezet. Az más kérdés, hogy ez nem egy természetes tudatállapot, illetve eleve már ott van egy, ez nem egyszerűen a valóság úgy, hogy van, hanem a valóságnak egy olyan felfogásából indul ki, hogy az emberi tudat önmagában létezik, és Istennel, emberekkel való kapcsolat nélkül. Tehát, hogy nem egy Istennel, emberekkel való kapcsolatra teremtett lény, hanem csak egy ilyen csupasz tudat, ami ott van, és önmaga felé fordul, mindent elemez, és aztán megoldja a létezés illúziójának problémáját. Tehát, de persze, hogy az ember izolálva, minden függéstől elszakítva, no attachment, ugye? Tehát az a minden, ami ragaszkodáshoz vezetné, az élethez, a léthez, élvezetekhez, bármihez, bárkihez, amíg az ember ragaszkodik, addig igazából gyártja a karmát, majd erre még visszatérhetünk, illetve addig még azt hiszi, hogy létezik ez az énje, amelyik valamiképpen viszonyul az emberekhez. Tehát akár taszítónak érzi, akár vonzónak, és akkor szeretet és gyűlölet, ez igazából ugyanannak az illúziónak a két oldala. Tehát buddhista szempontból, tehát így a meditáció végére érve, ebből a, igazából nincs is ez a hétköznapi értelembe vett én. Ha így nézünk az ember, az emberi kapcsolatokra, akkor szeretet és illúzió az ugyanannak, szeretet és gyűlölet ugyanannak az illúziónak a két oldala. Mert valójában nincs az az én, aki nem létezik valójában az a lény, amelyik vonzódik, vagy taszítódik. És azt mondja a Buddha, hogy az ő logikáját követve, hogy és ebből ered minden szenvedés. Hagyj idézzem megint őt. Azt mondja, a lények élvezeteket hajhásznak, és nyomorúságokat aratnak. És ezután a halál elpusztítja személyiségüket, békét nem találhatnak. A létszomj megmarad, és újra születést eredményez. Így örökös körforgás, ez a szamszára, ugye a lélekvándorlás, örökös körforgás keletkezik, a maguk teremtette poklokat nem tudják elkerülni, amennyire értelmetlenek örömeik, annyira értelmetlenek küzdelmeik. Olyan üres, mint a fa odva, üres, mint a víz buboréka a létezés. A személyiség léte csalódás, és nincs a világon olyan gonoszság, igazságtalanság, bűnös szenvedés, amely ne ennek köszönhetné a létezését. Az igazság csak akkor érhető el, ha a személyiség téves, csalóka volt a fölismertetik. És amíg az ember bárkihez, bármihez ragaszkodik, akár vonzás, akár taszítódás, akár mondjuk én az zen buddhizmust csináltam, tehát ott is, amíg az ember meg akar világosodni, Buddha akar lenni, tehát önmagán kívüli külső célként akarja elérni ezt a Buddha szerint ez a természetes eredeti tudatállapotunkat, addig gyártja a karmát.
és addig újra meg újra születik, az illúzió vég nélkül folytatódik. Okay? És ebből az egészből, ez fontos látni, ez egy azira tudatvallása a buddhizmus, mert a karma és a lélekvándorlás hindu problémájára, amit azért ő elfogadott, hogy a karma létezik, meg a lélekvándorlás legalább illúzióként, ha többnek nem is tartotta, ebből kereste a kiutat. Tehát ebből a hindu világképből keresett ő kiutat, és erre más nem egy istenség kegyétől várta, ugye, mint ismerjük a Krishna tudat, vagy későbbi tanfejlődésben érdekes Amida Buddha kegyéből is lehet buddhista értelemben üdvözülni, tehát megszabadulni, hanem az embernek a saját belső mentális folyamatait kell megtanulni, uralni, illetve egy ilyen felismerésre jutni, tulajdonképpen ráébredni a valóságra. De nem is annyira megvilágosodást tan a buddhizmus, tehát a buddha az nem is annyira megvilágosodott, tehát nem egy fényélménye volt, vagy valami ilyesmi, hanem a felébredést tana. Tehát a felébredés az illúzióból, a ráébredés a valóságra. És akkor ebből adódik ugye a kérdés, hogy hogyan tudok ráébredni a valóságra, vagy milyen úton tudom ezt elérni, vagy megszerezni, és mi vár engem ennek az útnak a végén, ha már megvilágosodtam, tehát mi maga a megvilágosodás? Igen, na ez egy jó kérdés. Tehát ha megint csak szerintem a legjobb magát, Buddhát idéznék, mert a Vekerdi Józsefnek a közismert fordításából idéznék. Igen, azt mondja a tűzprédikáció. Ez tök érdekes. Azt mondja, minden lángban áll szerzetesek. Lángban állnak a jelenségek, lángban áll a látás, lángban állnak a látványok, lángban állnak a látványok okozta érzések, akár kellemesek, akár fájdalmasok, akár sem kellemesek, sem fájdalmasok. Mi gyújtotta a lángra? A szenvedély tüze, a harag tüze, a balgaság tüze gyújtotta a lángra. A születés, az öregség, a halál, a bánat, a fájdalom, a szenvedés, a szomorúság, a gyötrelem gyújtotta a lángra, mondom nektek, és ugyanígy módszeresen, analitikusan végignéz összes érzékszerven, jó, tehát ez most csak a látás volt, összes érzékszerv, halás, szaglás, ízlelés, tapintás, még a gondolkodás is ezek közé tartozik. Ezek mind lángolnak, lángban állnak, és azt mondja, ha egy okos nemes tanítvány ezt belátja, ha mindezektől elfordul, eléri a vágytalanságot. A vágytalanság révén megszabadul. Ha megszabadul, tudatára ébred, megszabadultam, és felismeri, hogy megszűntek a születések, elérte a tökéletességét, cselekvését befejezte, nincs többé köze az élethez. Oké? Okay? Tehát valahol így definiálja ez a régi, a Tipitakából, ugye a legrégebbi buddhista szöveggyűjteményből ezek a buddhának tulajdonítható, nyilván később versbeszedett könnyen memorizálható formába öntött szövegekről van szó, de ezekből ez jön ki, és ez, ami itt nyugaton nem nagyon, hogy mondjam, megy át, úgy gondolom, egy csomó úgymond vasárnapi buddhistának, tehát aki, meg a celebek, ugye, hogy, tehát hogy nagyon élik, meg élni szeretnék a saját életüket, meg a személyiségük, meg minden, igazából nem tudom, hogy valahol olvastak akár buddhista alapszövegeket, tehát amiből kijön, hogy valójában ő hogyan állt a léthez, a létezéshez, a lélekhez. Aminek ugye akkor, ha jól értem, mert hogy az élet végső célja az az, hogy elmúljanak a vágyaink, és megszűnnek a vágyaink, és ekkor világosodunk meg. Vagy ez hát ez feltétele a felébredésnek, az, hogy a vágyaknak a teljes az a elutasítása. Pillanat, hol is van valahol itt ez a szövegem, ugye nincs közel többi az élethez. Igen, igen. Tehát ez a, ugye van ez a négy nemes igazság, tehát ahogy Buddha összegzi a tanítását. Szerintem ezen azért menjünk végig, hogy valahogy a rendszert lássuk. Tulajdonképpen olyan ez a buddhista alaptan, a négy nemes igazság, mint amikor egy orvos diagnosztizál, tehát azt mondja, hogy ez a baj, ennek ez az oka, így lehet megszüntetni, és akkor tessék ez a módszer, itt a pirula, itt a gyógyszer, itt a gyógymód. Oké? Tehát az első, azt mondja, az első ugye a középút. Szerzetesek két véglettől kell távol tartani magát annak, aki a remetességbe távozik,
Melyik két véglettől? Az egyik az, ami elmerül a gyönyörökben, a gyönyörök élvezetében. Ugye emlékszünk ezóta az első 29 éve. Ez üres, hitvány, közönséges, nemtelen, értéktelen. A másik, amelyik elmerül az önkínzásban. Ez fájdalmas, nemtelen, értéktelen. Szerzetes akkor beérkezett, ugye Buddha az, aki a beérkezett, vagy aki mindenen túljutott. Mindkét végletet elkerülve rátalált a középútra, amely megvilágosítja a szemeket, stb. Stb. És ez a szenvedés, nemes igazság a szerzetesek, ugye mindig szerzeteseknek beszél. Mert szerzetes életforma kell a buddhista út megvalósításához, legalábbis eredetileg. Okay? A születés is szenvedés, az öregség is szenvedés, a betegség is szenvedés, a halál is szenvedés. Kötve lenni ahhoz, akit nem szeretünk, az is szenvedés. Elveszíteni azt, akit szeretünk, az is szenvedés. Ha a kívánság nem teljesül, az is szenvedés. Röviden, minden, ami a léthez köt, szenvedés. És akkor ez a szenvedés okának nemes igazsága, tehát a kettes számú nemes igazság, az oka szolmi, vagy vágy, szó szerint, amely újra születéshez vezet, élvezet és szenvedély kíséri, örömet talál különböző dolgokban. Ez a szomja a következő, a gyönyörök szomja, a lét szomja, a birtoklás szomja. Tehát amíg az ember létezni szeretne, bármit birtokolni vagy élvezni, addig ehhez a világhoz kötődik, gyártja a karmát, és újra meg újra meg újra jön az egész illuzórikus lét. És akkor jön a szenvedés megszüntetésének nemes igazsága, ugye ez a harmadik. A szomnak teljes vágytalanság révén történő megszüntetése, elvetése, feladása, elhagyása, elutasítása. Oké? Okay? És akkor ebből következik a negyedik pont, ugye úgynevezett a nyolcrétű ösvény. Ugye a nemes nyolcas ösvény, vagy nyolcrétű ösvény, helyes fölismerés, elhatározás, beszéd, cselekedet, életmód, igyekezet, elmélkedés, elmélyedés. Tehát egyfajta erkölcsi, életviteli szabálygyűjtemény, erről majd még esetleg lehet beszélni, illetve egy meditatív tudati iskolázás, ami segít megszabadulni hát ettől az egész illúzióknak alávetett léttől. Tehát igazából a buddhista emberképet, ha nézzük, mert ha már tudattan a buddhizmus talán, és a tudattal rengeteget foglalkozik, akkor az emberrel, az emberről, hogy milyen kép van, ezt nagyon fontos megérteni. Az első ez a anicca tan, ez a lét három sajátság, az első az anicca, tehát az, hogy az állandótlanság, amivel mi is együtt tudunk érezni. Tehát az, hogy minden változik. Tehát mi akármilyen jól alszom, föl kell ébrednem, munkába kell menni. Akármilyen gyönyörű, amit átélek, akármilyen plum van, meg akármilyen szuper élményem, minden előbb-utóbb változik, minden elmúlik. A szenvedés is, de a jó is elmúlik. A másik a dukkha, a szenvedés. Ami nem pusztán arról szól, hogy hát most beteg vagyok, hogy fáj a fogam, vagy ilyesmi, hanem hogy semmi sem maradandó. Tehát a buddhista az, hogy a létszenvedés, ez nem a fogfájás, meg a ilyenek, meg a autóbaleset, meg ezekre vonatkozik, hanem az, hogy az állandótlanság miatt, hogy semmi sem maradandó, ez az, amitől az ember szenved. Tehát én ezt így tettem, hogy szerintem ezt érti ez alatt, hogy semmi sem maradandó, és ezzel is maximálisan egyet tudunk érteni. Akár keresztényként is. Tehát, hogy tényleg semmi sem maradandó, és ez nem könnyű elviselni, ebben együtt élni. De a harmadik pont, és ez a fő különbség buddhizmus és kereszténység között, bocsánat, az anatta fogalom, ez a bizonyos éntelenség, tehát, hogy ez állandónak vett én, hogy ez a buddhizmus szerint, buddha szerint csak illúzió. Tehát, hogy az ember olyan igazából, mint egy meghámozott lufi. De vagy ez ennek nem véletlenül egy üres kör a szimbóluma, tehát ami üres, másképp egy mindennel teljes üresség, tehát hogy minden abból jön elő, de valahol ez az anatta, az én telenségnek a tanul emögött nagyon ott van. Akkor, hogy összefoglaljam, hogy ha jól értem, igazából mindennek az alapja a szenvedés, amitől meg kell szabadulnunk, és a igazából a vágytalanság az, hogyha azt elérjük, az, amikor megszabadultunk tulajdonképpen a szenvedés okától is, és hogyha ezt elértük, ezt a vágytalanságot, hogy amit
ezt az egész rendszert, tehát ez a négy nemes igazság az, Igen, amin igen. keresztül felismerjük, és a nyolc rétű ösvény az, amin keresztül el tudjuk érni. Igen, etikai parancsok, tudati iskolázás, így van, igen. Tehát És egy ha komplet módszertan, igen. elértük, akkor eljutunk a megvilágosodáshoz. Igen, na most ez micsoda? Na ez az, amiben ma, akárhol nézek, mindenhol más látok. Tehát egy dolog, hogy mit olvasok, és most direkt csak olvastam ezt a buddhista alapszöveget, és akkor eljut a szabadulásra, és akkor tudatára ébredt, hogy megszabadult, és akkor kész, nincs többé köze az élethez. Tehát ezt vehetjük úgy, mint ez egy ilyen mentális gyakorlat, valamiféle racionális, egy ilyen úton egy attitűdváltást ér el. Tehát egy létszemléletű, önszemlélet váltás, de ehhez képest az, hogy más irányzatokban, a tibeti-mongol tantrikus irányzatban, vagy a japán ezoterikus irányzatokban, hol mit értenek ez alatt, hogy megvilágosodott, hogy ő élő buddha, hogy a buddha tudatot megvalósította, vagy ilyenek, ez már gyakorlatonként, gyakorlatilag amelyik iskolát nézzük, ott hallunk valamiféle definíciót, de itt két egyformát nehéz ma találni. És akkor néhány szóban fel tudnád vázolni, hogy milyen iskolák, vagy milyen irányzatok vannak, és mi bennük a különbség, vagy mi az, amelyik inkább jellemző mondjuk a mi környezetünkre, amivel itt találkozhatunk Magyarországon, mi az, ami keletebbre jellemző, esetleg van olyan, ami nyugatabbra. Tehát hogy lássuk ezeket a nagy egészben? Hát az első 500 évben, ugye kb. 500 év telt el, még ugye a buddhista úgymond zsinatokon, azért a tan nagyjából kezdett kikristályosodni, a Tipitaka szövegét leírták, tehát még ugye előtte szóbeli hagyományban létezett a szöveg, aztán leírták, és már eddigre, tehát az első, tehát Krisztus utáni első, második századra már rengeteg irányzat jött létre. Tehát ott van egy tucatnyi irányzat, ezek közül, ez sok kihalt, ezek közül meg leginkább fönnmaradt, és a mai napig talán a legrégebbi, leghitelesebb, vagy az eredetihez legközelebb álló irányzat, ez a Téraváda, ugye a V-nek, az öregek útja, ami igazából az a Ceylon, Sri Lanka, ugye Thaiföld, ez a narancssárga ruhás szerzetesek, amiket látunk ilyen ázsiai képeken, tehát a Téraváda irányzat. Aztán újabb 500 évvel később KB-ben, már ott van gyökereiben, beindulnak a Mahayana irányzatok. Ez érdekes inkább a Kína, Korea, Japán, ahol ezek jellemzőek, illetve még később, az már a Krisztus utáni 7.-8. század, amikor átkerült Tibetbe egy tantrikus irányzat Indiából, és ott a tibeti és a mongol nép körében terjed el, ez a úgynevezett lámaizmus, vagy Vajrayana, ugye a gyémánt útnak is szokták nevezni. Tehát mondom, ma három nagy irányzat van, de mindegyiken belül rengeteg alirányzat. Tehát ott van a tibeti irányzatokon belül a Gelugpa, Nyingmapa, összes pa végű ilyen irányzatok, Japánban is a kínai irányzatok átmentek, és akkor a Lincsiből lett a Rinzai Zen, és itt az ezoterikus irányzatok kialakultak. Mondom, még olyan is, és itt a kutatók ezen láttam olyan tanulmányt, amin ezen agyaltak, hogy nem keresztény hatásra-e, hogy ahol amit a buddha kegyétől függ a buddhistának a végső szabadulása. Tehát az, hogy egy túlvilági misztikus buddha, akinek a nevét kell folyamatosan kántálni, amit a buddha nevét, ugye, aki azt hiszem az örök fény, meg az örök élet, vagy megvilágosodás, nem tudom mi mindennek a buddhája lett ott két alak összeolvadva az ő alakjában. Tehát ez, hogy egy külső erő, valakinek a kegyétől függjön az előrehaladása az embernek a spirituális úton, ez annyira idegen az eredeti buddhizmustól, hogy ebben keresztény hatást vélnek felfedezni. Ezt egy utólag biztos nagyon nehéz kibogozni, de mindenképpen tényleg azt kell mondjam, hogy olyan irányzatok jöttek létre az idők során, amelyeknek hát körülbelül annyi köze van az eredeti, mondjuk a Tipitakában, hogy mondjam, rögzített buddhista filozófiához, mint hát a kereszténységnek is vannak formái, aminek már nem sok köze van a Újszövetséghez. És hát ez valahol természetes. Van olyan, ami viszont mégis közös mondjuk abban a három nagy irányzatban, amit te most felsoroltál?
Igen, tehát a Tipitaka anyaga, ezek az Az alapvető a közös. prédikációk, érdemes igazság, ez mind közös, inkább módszertani eltérések vannak. Tehát inkább módszertani eltérések, hogy a tibetieknél ugye a tantra hatására a mindenféle ilyen mandalák, jantrák, ezek a koncentrikus körök, háromszögek, homokmintáktól kezdve a szexuál mágiáig, egy csomó minden előjön. Egyszerűen azért, mert a buddhizmus amerre ment, terjedt Ázsiában, mindenhol a helyi kultúra hatott rá, harcolt is vele, ugyanakkor át is vette annak bizonyos elemeit. Tehát ahogy Kínába érve a későbbi Chan buddhizmus, az felvette a taoista terminológiát, és ezért sokáig csak egy taoista szektának nézték, egy irányzatnak. De aztán a Chan, mint buddhista irányzat önállósult, és került át Japánba Zen, Koreába Son néven, vagy átkerült ide Tibetbe, ahol meg hát a Bon sámánizmussal küzdött, ugyanakkor meg hát egyértelműen sámánista elemek vannak a mai tibeti és mongol lámaizmusban, ebben a fajta buddhizmusban. Tehát amerre járjon, amőba-szerűen vett át elemeket, vagy akár Japánban a Sintó hatott rá. Tehát ezért mondták, egy kétarcú Sintó, a Ryobu Sintó, hogy félig buddhizmus, félig Sintó, hogy maguk a japánok is, ugye mivel japánok, ezért Sintó hitűek, de tehát hisznek a kamikban, de ugyanakkor azért ott van a buddhizmus és azért kultúrájukban egyszerre sintoisták és buddhisták. Tehát ezért mondom, hogy nagyon sok irányzat van, és rengeteg módszertani különbség van. Mahájana irányzatokban vannak ilyen kizárólagosak, például van ilyen a Mahájánán belül a Nichiren, egy japán buddhista irányzat, amelyik csak Nichiren szerzetes tanítása és a Lótusz szútra és annak is az általa való értelmezés. Tehát, hogy van egy szútra, amiben benne van a buddhizmus teljes tanítása, más irányzatok ezt nem így látják. Okay? Aztán ezt egy másik dolog, hogy ahogy történetileg egymás után létrejöttek az irányzatok, nyilván amelyik a tetején van, tehát időben később jött létre, az úgy gondolja, hogy ő a csúcs. Tehát, hogy a tibetiek úgy gondolják, hogy azért ők a buddhista tanfejlődés csúcsa, ugye? Hát a Téraváda irányzat nem ezt gondolja, tehát inkább eltévelyedésről beszél. Tehát mondom, sok irányzat van térben, időben, kultúrában, mindenfelé változott, itt a nyugaton nem. Tehát itt a nyugaton ugye nyilván a kereszténységgel nem lehetett ötvözni a buddhizmust, tehát ezért a Navayana, az új szekér, ugye, hogy időben próbálkoztak ezzel, ez nem jött létre itt a nyugaton. Melyik az, amivel itt találkozhatunk? Mi az, ami mondjuk Magyarországon a leggyakoribb ezek közül? Hát ma már mindennel. Tehát ma már, tehát én amikor még buddhista voltam, akkor ilyen koreai mesterek révén tanultunk zent, tehát vagyis hát szont, ugye a koreai, az ennek egy koreai változatát, de ma már van japán, kínai, koreai változat. Akkor annak idején egy ilyen szinkretista tibeti rend dolgozott főleg Magyarországon, a Arya Maitreya Mandala rend a mai napig megvan, ugye a Kőrösi Csoma Biblia is, vagy bocsánat, Biblia iskola, Kőrösi Csoma Buddhológiai Intézetben vitték ezt az irányzatot, de az egyes tibeti irányzatok is szépen sorban megjelentek. Egyszerűen megnyílt a kapu, nyugatra, keletre, ezért aztán jött mindenféle mester, úgyhogy ma már van 200 buddhista irányzat, és lehet válogatni belőlük. És hogyha már a Tipitakát említetted, mi ami mindegyikben közös, vagy aminek az elfogadása mindegyik irányzatban közös, akkor mik azok a további iratok, amik meghatározzák egyébként a buddhizmust, és mi az, ami egyikben vagy másikban van olyan egyáltalán, amit még elfogad mindegyik irányzat? Igen, mondom, a Tipitakának az alaptanait azt a legtöbb, mondom, elfogadja, de azért hozzátenem, hogy maga a Tipitak, hogy a hármas kosár, ami Buddha filozófiai elmélkedései, meg a tanítása, meg a szerzetesi előírások gyűjteménye, tehát ez kb. 40 kötet a nyomtatott változat, olyan 12 ezer oldal. Tehát ebből magyarul kb. Ennyi van, ez egy ilyen vékony fejezetek a Páli Kánonból, magyarul ilyen néhány könyv létezik, néhány fejezet, válogatások egy-egy fontosabb szútra. Angol nyelvű ilyen, hogy mondjam, ilyen best of, teachings of Buddha. Egy ilyen vastag, egy 4-500 oldalas könyvben, Bhikkhu Bodhi-nak az angol fordításában, a Dalai Láma előszavával. Tehát a Páli Kánonból egy ilyen antológia,
De ez is próbálják egy kötetbe összefoglalni, de mondjuk a tibeti irányzatban ott van a Kanjur, ami a Tipitaka és a későbbi kommentárok, de tibeti iratok így együtt, az én 108 vagy 111 kötet, kb. 100 ezer oldal. Tehát az a probléma, hogy itt a nyugaton egy nyugati, aki meg akar ismerkedni ezzel a vallással, csak egy töredékével tud megismerkedni, ezt így látom, és igazából nem tudja rendesen eldönteni azt, hogy mihez csatlakozik. Nem tudja előre átlátni azt, hogy amit csinál, az valójában mi, illetve hogy mi minden van benne, és hogy ez hova visz. Tehát érdekes ex-buddhistákkal, akikkel beszéltem másokkal, ők is azt mondták, hogy ponton túl az ott a kérdésük, hogy oké, és ez hova vezet? Tehát hol van ennek az egésznek a vége? Meg a dolog az, amit itt gyakorolnak a nyugaton, és akkor elment oda Ázsiába, és akkor ott még egy egész más, meg nagyon fura dolgokkal találkoztak. És amit itt nyugaton, nyugatiakkal nem lehet megcsinálni, ugye? De ott, abban a kultúrában, ottani nőkkel, igen. Tehát ezért mondom, hogy... Tudnál erre mondani esetleg egy példát, hogy egy kicsit ilyen bulvárosabbak legyünk, de mi az, amit itt nem ott? Hát az, hogy a tibeti buddhizmus egy tantrikus irányzat. Tehát itt a olyasmit, ami mondjuk a hindu, klasszikus hinduizmusban, vagy a klasszikus buddhizmusban úgymond tabu téma, tehát például a szexualitás, közösülés, az itt eszköz, a megvilágosodás eszköze. Tehát erről majd még lesz szó, ezek az ölelkező buddha szobrok. Uh-huh. Ezek nevetve mind tibeti vagy mongol buddhista művészetben fordulnak elő, mert ez egy ilyen tantrikus irányzat. Okay? De ez például, ezt ott egy középkori tibeti kultúrában ezt mondjuk a lányok, vagy szerzetes nők ezt megtiszteltetésnek tekinthették, hogy a szerzetesek ezekhez a gyakorlatokhoz felhasználják az ő női energiáikat, de azért, ha átjön ide nyugatra egy tibeti tanító, és ebből sok botrány lett. Tehát ebből bevallottan Dalai Láma által is elismerhetően sok botrány lett. Nyugati nőkkel is akartak olyan gyakorlatokat csinálni, amire bocs, de nem. Tehát nem erre szerződtek. Uh-huh. Ezek az öreg lámák itt, ezekkel a nőkkel, buddhista gyakorlókkal úgy bánnak, ahogy. Tehát ezért mondom, hogy ez itt nem bulvár, ezek közismert dolgok, tehát ebből, hogy vannak a gyerekmolesztálási perek, tudod, katolikus papok, jehovatanúi vénei, na itt meg a Krisna tudatú szerzetesek, itt meg a lámák az, akiknél ilyen dolgok előjönnek, de mondom itt azért, mert ez része ennek a fajta lelkésének, ennek a fajta kegyességnek. Akár csak képzeletben, akár gyakorlatilag csinálják, ugye ez irányzatonként, iskolánként, mesterként eltérő, de azért itt vannak dolgok, amiknek nem tudom, miköze van az eredeti buddhizmushoz. Hát buddhistaként is, zen-buddhistaként erre úgy néztem, hogy ez nagyon fura. Ennek nem tudom, miköze van az eredetihez, de mondom, ez teljesen szubjektív vélemény. Jó. A következő kérdés az, hogy ateista vallása, ugye ezt általában ez a közhiedelemben ez él, hogy ateista vallás a buddhizmus, pontosabban nem hisznek az istenekben, vagy semmiféle mondjuk nem anyagi természetű dologban. Hogyan viszonyulnak a buddhisták, vagy hogyan viszonyul maga a buddhizmus az istenekhez? Ugye említetted, hogy a hindu felfogást a lélekről azt elvetik, tehát az immateriális lélek az tulajdonképpen nincs, ami ott megvan, de mi a helyzet a többivel, az istenekkel, a szellemekkel? Hát nagyon fura. Tehát egyrészt ott van egy buddha, aki a mai közismert buddhista születéstörténet szerint a saját fogantatásában aktívan részt vett. Tehát saját magától fogant az édesanyja méhébe. Tehát egy úgymond egy természet feletti lény. Hogy most nyilván nem teista vagy bibliai értelembe vett Isten, tehát ilyesmivel nem találkozunk a buddhizmusban, de általános a délkelet-ázsiai kultúrákban az animizmus, a szellemhit, tehát az ázsiai, délkelet-ázsiai buddhista kultúrákban is általános, a szellemekbe vetett hit, animizmus formái, azok ott vannak, de igazából Istennel, vagy az istenekkel egy buddhista nem nagyon foglalkozik. Tehát amikor Buddha megvilágosodott, és akkor ott egy 6 napig ott csak ült, és élvezte a megvilágosodás örömét, és úgy döntött, hogy ez túl nehéz lesz az embereknek, nem fogják tudni megemészteni a buddhista tanítást. És azért, valljuk be, azért Buddhának azért, amikor megvilágosodott, azért volt ilyen mondata a végén, ezt azért hagyj olvassam fel, hogy
Ugye megvilágosodik, és azt mondja, mindent legyőztem, felismertem mindent, lepergett rólam a világhatalma, elhagytam mindent, el az élet szomját, segítő nélkül a saját erőmből. Nincs szükségem tanítóra, hozzám hasonló senki sincs. Istenek és halandók közt vetélytársat nem ismerek. Tehát istenek és halandók között vetélytársat nem ismerek. Tehát itt nyilván nem a Biblia istenekre gondol, vagy, hanem az általa ismert hindu istenekre, akikhez mérve önmagát, azt mondja, nem vetélytársak. Én vagyok a világ szentje, a legfőbb mester én vagyok. Világosságra ébredtem, felehűltem és kihamadtam. Tehát az volt a gondja, hogy ki fogja megérteni ezt a nehéz tant, ki jut el oda, hová jut, és akkor Brahma, ugye a hinduizmusban a teremtő jelenik meg, és kezét összetéve a tiszteletét kifejezve, ugye kéri háromszor is Buddhát, hogy azért maradjon itt a halandók világában, és tanítson. Oké? Tehát egy Isten kéri Buddhát, hogy tanítsa az embereket. Tehát ugye fölmerül a kérdés, hogy akkor most micsoda Buddha, vagy kicsoda, hogy tényleg csak ember, hogy próbálják beállítani, vagy már egy istenek fölötti szuper. Vagy valami hindu istenek fölötti szuper lény. Igen. Tehát ez egy nagyon ambivalens, iskolától függ, hogy ezt vagy azt tanítják róla. De egyértelműen a Biblia értelembe vett teizmus az idegen a buddhizmustól teljesen. És hogyha már a Biblia értelembe vett teizmus, hogyan viszonyul a buddhizmus a kereszténységhez, vagy akár más vallásokhoz is? Hát, nem tudom, emlékszel-e, főleg hinduk használják itt nyugaton a király, az elefánt és a vakok példázatát. Ugye egy királynak az udvarában ott van egy elefánt, és akkor vakokat oda vezetnek az elefánthoz, születettem vakon, és akkor kérdezi őket a rádzsa, ugye a király, hogy na, milyen az elefánt? És akkor az egyik így ott az oldalánál tapogatózik, és hát az elefánt tömt egy nagy mozgó falfelület, a harmadik amik az ormányát fogja meg, és akkor hát ez olyan, mint egy ilyen hosszú cső, tehát hogy milyen az elefánt, egyik se tudja megmondani. Itt a nyugaton ma főleg hinduk arra használják ezt a szöveget, hogy a vallási relativizmus tanítsák, tehát az, hogy minden relatív, mindenki csak az istenségnek, a végső valóságnak, az igazságnak csak egy részét tudja kitapogatni, és akkor kivetítve a többi vallás, hogy hát a kereszténység az a szeretetet, ugye, de szokásos, ezt tapogatja Istenből, az iszlám, az mondjuk a Isten akarata, meg az engedelmesség, a mit tudom én, mi meg azt hangsúlyozza, de valójában ugye fölmer a kérdés, hogy ki a király, aki így lát. Ugye? És hát ez egy buddhista példázat. Ott van a Tipitakában a Titta Szutra, igen, Titta Szutrában van benne, ahol Buddha a király, és a vakok a kortárs hindu irányzatok. Oké? Okay. Tehát ez egy nagyon nem szinkretista, nagyon nem relativista, nagyon is exkluzivista irányzat. Mondom, a buddhizmus a saját irányzatait egész jól tolerálja, egymással néhány kivétel nagyon jól megvannak, a többi vallással pedig úgy tekint, hogy valahol az illúziót táplálják, tartják fenn, különösen a teista vallások, ugye azzal, hogy nem csak az ember lelkében hisznek, hanem még egy isteni lényben, egy teremtőben, hogy ez csak projekció, kivetítik, vagy ilyesmi. Ezzel igazából nem nagyon tudnak ők sem ezzel mit kezdeni, mert hát számukra minden, ami nem... Tehát illúzió. Tehát ami nem buddhista szempontból ugye nem elfogadható, azért hát mert illúzió. Tehát az, hogy én, meg Isten, és akkor a gyereke vagyok, és akkor úgyis bánik vele, meg az egész élmény, minden, amit átélek, meg amiben hiszek, ez nekik az illúzió kategória. Tehát de toleránsak, mert abban a szempontból, hogy hát majd valamelyik következő életedben talán sikerül eljutni Buddha igazságához. De akkor alapvetően a klasszikus értelemben nem ökumeni, nem az ökumeni vallás a buddhizmus, tehát... Nem illeszthető bele abba. Keresztény ötlet, meg gondolat, meg eszme, meg gyakorlat. Nyilván, hogy egy dolog az, hogy azért van egy ilyen kép azért a buddhizmusról, hogy egy békés vallás, ugye. Hát ázsiai kultúrák ismeretében azért tudjuk, hogy az egyes vallások, nem csak a kereszténység, iszlám, hanem a buddhizmus sem tud azért sok ember indulatot
visszatartani és háborúkat megakadályozni. Tehát meg látunk mai napig ugye ott muszlimokat üldöző buddhistákat, ugye ott Myanmarban, meg keresztényeket már kielüldözték onnan, most muszlimoknak mentek neki, de az is egy buddhista szocializmus, ami ott sokáig próbálkoztak. Tehát ez az összefonódás a politikával, ez egy vallásnak sem tesz jót. Ilyen ez. Még annak sem, amelyik azt hiszi. Értem. Jó, akkor mielőtt rátörnék a mítoszokra azért és a különböző érdekességekre, azért itt lezárva a buddhizmust, talán akkor érdemes azt megemlíteni, hogy hogyan lesz valaki buddhistává. Ugye itt beszéltél már korábban arról, hogy mi a férfiak, mi a nők szerepe. Tehát ki a, és, ja, és a, amit említettél, és ami tényleg megütötte a fülemet, hogy akkor hogy eredetileg az lehet buddhista, vagy az érhet el a buddhizmus csúcsára, aki szerzetessé lesz, már pedig Magyarországon, illetve nyugaton is nagyon kevés buddhista lesz szerzetes, mondjuk, aki egy keresztény európai emberből lesz buddhistává, nem igazán azt látjuk, hogy ők a szerzetesek közé állnak. Tehát mi az, amitől valaki buddhista lesz? Hát a buddhizmusnál ugye nem a Buddhában kell hinni. Nyilván bizalmat kell neki szavazni, mert ő egy útmutató, aki megmutatja, hogy szerintem mi a valóság, tehát van egyfajta bizalom, de ezt nem hívői vannak a buddhizmusnak, hanem gyakorlói. Ugyanakkor az a döntés, hogy valaki buddhistává lesz, ez nem ilyen, mint itt a nyugaton sokszor, hogy hát úgy szimpatizálok ezzel a dologgal, és akkor én már buddhistának mondom magam. Tehát ez olyan, ugyanolyan, mint a van egy keresztlevelem, és akkor már keresztény vagyok. Tehát ez kb. Így ugyanennyit ér. A buddhizmusban menedékvétel van, tehát az, hogy valaki menedéket vesz a buddhánál, a dharmánál és a szangánál. A történeti buddhánál bizalmat szavazva neki, mint spirituális tanítónak, a dharmának, a tannak, a tannál is menedéket vesz, hogy ez a tan, ami számára a valóságot ettől kezdve leírja, illetve a szanga, a buddhista közösség. Tehát ez is egy épp azért, mert egyből társadalmon kívülivé váltak Indiában, a szakrális társadalmon kívülivé váltak, kolduló szerzetesként, remeteként éltek, kisebb-nagyobb közösségekben, ilyen évszaktól függően vándoroltak meg ennek. Tehát éppen ezért ez egy közösség volt kezdettől fogva, tehát nem ilyen magányos, magamban meditálgatok és jól el vagyok, ez olyan, mint a én meg Jézus jól el vagyunk, de az egyházból nem kérek. Tehát valahogy ugyanígy, nem csak hogy közösségteremtő vallás a buddhizmus is, hanem ott is egész kultúrákat meg át tudod hatni, és meg tudod határozni. Okay? Tehát, hogyha lesz valaki buddhistával, mondom, ez a menedékvétel van, na most itt a buddhizmus viszont ott lehet hagyni, tehát ha valaki gondolja, hogy nem, mégsem, akkor ott hagyják, tehát hogy van kibe átjárás, tehát itt nincs az, hogy mint amit az iszlámnál láttunk, vagy más vallásokban. Azt még mondanám, hogy ez a szerzetesség, ugye, hogy a Buddha beszéde ezért szerzeteseknek szólnak. Tehát, hogy alapvetően ez a nagyon koncentrált, ez a mentális, tudati iskolázás, amivel a buddhista tanok elsajátítása, gyakorlati alkalmazása jár, ez egy nem fél bele a normális, ha milyen gyereket nevelek, családom van, stb. Ez a városi buddhizmus, ez valahol mindig is ilyen vitatott érvényességű volt a buddhizmus története során. Lényeg az, hogy ugye amikor ő elmegy, ott hagyja a családját, de aztán jön utána a családja, tehát a mamája, meg a felesége, és akkor nagy nehezen akkor engedélyt ad, hogy legyen egy női rend is, tehát, mert ez ráadásul ez csak férfiaknak volt. Akkor belemegy abba, hogy legyen női rend is. Azt hiszem az egyetlen vicces megjegyzése Buddhának ehhez kötődik, tehát mert egy teljesen analitikus, száraz, steril, személyiségmentes szövegek. Tehát ha a Buddha szövegét olvassuk, tehát amit annak neveznek, hogy ez a Buddha eredeti tanítása, ilyen teljesen érzelemmentes, steril, analitikus szövegek. Tehát nem látszik mögötte az ember. De hogy egy legenda szerint, ugye ekkor, amikor végül is beadta a derekát, hogy legyen női rend is, hogy akkor mondta, hogy hát, ha csak férfiakból állna a rend, akkor fönnmaradna 1000 évig, de mivel nők is lesznek, ezért csak 500 évig. Hát ezt nem is, ez igaz vagy nem,
nekem nem nagyon fér bele, hogy ilyen szinten ezzel humorizált volna, de mindegy, van egy ilyen legenda is, és hát ugye azért 2500 éve fennáll az egész ugyanúgy. Laikusoknak 5 szabályt kell elfogadni, tehát egy egyszerű mezei, és a többség az egyszerű mezei, így a laikus buddhista, ez a ne ülj, ne lopj, ne hazudj, búdító italt, erkölcstelenséget, ezeket kerüljen. Szerzeteseknek 10 fő szabály van, tehát még ilyenek is, hogy magas ágyon ne aludjon, vagy pénzt ne érintsen, de azért a férfi szerzetes rend, ugye a téraváda irányzatban 227 szabály van, 227 szabály van, nőknek meg 311. Nem azért, mert a nőknek több regula kell, tehát nyilván, hogy gyakorlatilag így összevetve ezeket a regulákat, ezeket a szabályzatokat, így ugyanazokról van szó, csak nők esetleg más biológiája, stb. Miatt vannak plusz szabályok, de gyakorlatilag ugyanarról van szó, tehát nem kell itt ilyen többet gondolni, mint ami benne van. Mert még egy dolog az, hogy most ugye a buddhisták vegánok lennének, hát nem. Tehát Kínában, Japánban igen, ott jellemző, hogy a buddhisták vegetariánusok, de mondjuk Tibetben, Mongóliában, máshol egyáltalán nem. Okay. Tehát mondom, mit már érintjük a mitoszokat, vagy a nyugati félreértéseket. Igen, és akkor térjük is át arra, amit egyébként kevesebbet lehet olvasni vagy hallani, hogy milyen mítoszok övezik a magát a buddhizmust, de mielőtt ebbe belekezdesz, annak, aki most kapcsolódik be a videóba vagy a premierbe, Szalai Andrással, valláskutatóval és egyébként ex-buddhista keresztény apologétával, az Apologia Kutatóközpont alapítvány vezetőjével, alapítvány és kutatóközpont vezetőjével beszélgetünk a buddhizmusról, és hát András, felírtál ide jó pár mítoszt a buddhizmussal kapcsolatban. De legalábbis amit könnyű félreérteni. Igen, igen. Melyikkel kezdenéd? Akkor csapjunk vele. Melyik lett talán legérdekesebb? Szerintem az ábrázolásokkal. Tehát amikor legfurábbak ugye elsőre, hogy látunk olyan buddha szobrokat, ahol kilátszik az összes bordája. Tehát ilyen bordás hasizma, ez a teljesen csontsovány az arca, mint egy halálfej, meg ilyenek. Tehát vannak ezek a ilyen csontsovány buddha szobrok, és aztán találkozunk olyan, ami ugye, hogy, és azt hiszük, hogy ez is buddha ábrázolás, hogy egy kövér fickó nagy pocakkal, nagy dagadt feje van, vigyorog, mint a tejbetök, tehát ilyen vidám, kövér figura, és hogy akkor most, főleg Kínában, Japánban, és hogy most akkor ez is buddha, tehát most Aszkéta volt buddha, vagy egy ilyen vidám fickó. És hát az a helyzet, hogy ez a csontsovány buddha ábrázolások, ez amikor még bódhiszatvaként, még az aszkézis gyakorolta, vagy még ül a megvilágosodás fája alatt, és ezért ilyen nagyon, nagyon sovány, tehát miután megvilágosodik, rájön, vagy bocsánat, rálép arra az útra, hogy a középút, se nem az élvetek, se nem az aszkézis életút, és akkor azt hiszem tejet meg rizst kér egy arra járó parasztlányról, tehát szakít a jogával, meg az egész aszkézise, tehát mert már olyan, már szinte belehalt olyan szinten lesoványodott, tehát erről a korszakról vannak ilyen ábrázolások, erről a korszakáról. Ez a kövér vidám fickó, ez meg egy Putai nevű 9. századi kínai szerzetes, egy ilyen excentrikus vidám figura, Kínában láttam ilyen, vagyis hát láttam Kínában vannak ilyen nagy, Putai szobrok, ahol fekszik a hátán, nagy pocak, és ilyen gyerekek mászkálnak rajta, meg ilyenek, szóval egy ilyen excentrikus vidám alak, aki hatott a kínai, meg a japán Maitreya buddha ábrázolásokra, tehát van egy eljövendő buddha Maitreya, és ennek a kínai ábrázolása az ő figurája hatott. De ez nem buddha, csak egy Krisztus után 9. századi kínai szerzetes. Japánban Hotei néven ismeri, Kínában Putai ez a szerzetes. Aztán egy másik, amit látunk megint csak buddha szobrokat, hogy egy nő van az ölében, és hát egyértelműen közösülnek. Ugye? Tehát egy ilyen ölelő buddha ábrázolás, és akkor, hát ugye a buddha akkor szexi lenne? Ugye, hogy itt a nyugati ember ugye elsőre gondolná. Nem, hanem ez a bizonyos tibeti-mongol tantrikus irányzatban születtek ezek a művészeti ábrázolások. Tehát ez egy bizonyos kései irányzatnak a buddha felfogás, ez a jabjum, ez az ölelkező egyesülést jelképező bemutató szoborábrázolás. Oké, de mondom, ez csak a tantrikus, csak a tibeti-mongol irányzat, legalábbis tudtommal.
Tehát az ábrázolásokról így röviden így ennyit. Aztán, hogy a buddhizmus totál ateista lenne, erről már volt szó, ugye, hogy ott van Brahmák közbenjárása, az ázsiai szellemkultúra, illetve a Tibetben a démonok. Tehát ami, bár itt is ugye hol azt mondják, hogy ezek csak pszichés kivetítődések, tehát csak az elme termékei ezek a démonok, amiket ott látunk a tibeti kolostorok falán, meg ne, vagy pedig, hogy ezek a valós szellemi entitások, tehát szellemi lények. És akkor egyik tanító ezt mondja, másik tanító ezt mondja, hát így kívülállóként akkor ebbe is maradunk. Egy másik az, hogy ugye ott vannak ezek a gigantikus buddha szobrok, tehát ilyen óriási, aztán az Ushikui Amida buddha szoborra a legnagyobb, több tíz méter magas, világ legnagyobb szabadtéren álló szakrális készítménye, művészeti alkotása. Tehát, és azért, mert így térdelnek előtte, így látjuk, hogy térdelnek előtte, vagy leborulnak előtte, vagy én is annak egy tanító előtt, így 108-szor leborultunk, ez nem ima, tehát ez a kéztartás, ez csak ez a namaste, ez a minden lénynek járó tiszteletet kifejező köszöntés, tehát egymásnak is így köszönnek az emberek. Brahma, a teremtő így köszön Buddhának, Buddha az, akit sose látunk ebben a pózban. Érdekes módon. Emlékszel, Istenek és emberek közt vetélytársat nem ismerek. Tehát ő igen, akkor ezen is túl van. Igen. Úgy látszik, ezen is túl, tehát én még nem láttam olyan Buddha szobrot, ahol ő is összetenni tisztelettel a kezét. Mindenféle pózokban van, tanítói póz, meg a földet érinti, meg egyéb tanul hívja a földet a megvilágosodásához, stb. De tehát még Brahmá is ott ugye összeteszi a kezét, és jobbra megkerülve tisztelettel távozik, amikor meghallgatásra talál. Illetve ott van ez az Amida, ez a túlvilági buddha, ugye, aki túlvilági misztikus buddha, akinek a nevét, ha kántálom, akkor hozzákerülök nyugati tiszta föld, a tiszta föld buddhizmus, így hívják ezt, a nyugati paradicsom, vagy a tiszta föld, ahol átkerül az ember, és ahonnan könnyebb tovább menni a nirvána felé, a nibbána felé, mint innen a földről emberi alakban. Tehát egy ilyen köztes állapot, ahonnan még könnyebb tovább menni, ez lenne ennek a szerepe. Ez nagyon népszerű Kínában, Japánban főleg. Érdekes módon ott Japánban a buddhizmust így is szokták megkülönböztetni. Van jiriki, tariki, tehát önerőből, meg más erejéből való üdvözülés, vagy hát megmenekülés felé. Igen, ez kicsit olyan, mint a keresztényeknél Jézus megváltása, nem? Tehát a kegyeibe teszem magam, vagy rábízom, és akkor elérem a mennyországot, az üdvösséget. Nem ez? Nem, tehát vagy nincs is Jézus, aki ebben bízni kellene, vagy lehetne, vagy szabadna, vagy pedig ott az evangélium, hogy rá kell bíznod magad. Uh-huh. Hát itt ilyen szinten mondom, ez az önerőből való, ez a mentális tudati iskolázás, ennek a tudatállapotnak, hogy ez beálljon, ez a tudatállapot az embernek, ez a jiriki, tehát például a zen ilyen. De mondom, ezek a Jodo Shinshu, meg a többi ilyen irányzatok, ahol Amida Buddhát hívogatják, az önerőt kántálják, meg ilyesmi, ezek pedig a tariki, a valaki más uh-huh. erejéből való hát megmenekülés, vagy felébredés útja. Tehát, de Buddha nem megváltó, tehát ő senki helyett uh-huh. nem csinál semmit. Tehát ez az Amida irányzat, ez az amidista irányzat, ez nagyon idegen az eredeti buddhizmustól. Azt kell mondani. És hogyha már itt tartunk, akkor mi van akkor, hogyha megmenekültem? Ugye itt felírtál egy mítoszt, mint ami a halhatatlanság vallásának mutatja be magát a buddhizmust. Igen, igen. Tehát az érdekes, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor halhatatlanná válok, bár emlékszünk, ugye a remete is azt mondja, hogy olyan azt keresem, ami változatlan, ami maradandó. Csak hogy ugye ilyen nincsen, ugye legalábbis a buddha önelemzése és lételemzése révén ugye tagadja, hogy ilyesmi lenne, ezért igazából a célja, a végcél, ez nem a halhatatlanság, vagy az örök élet, hanem hogyha megvilágosodtál és meghalsz, végre vége. Érted? Tehát ez az örök halál. Tehát, hogy kilép a lélekvándorlás illúziójának forgatagából, és aki ebben a forgatagban él, ezt komolyan veszi, hogy ez valóság, annak számára tényleg jó hír az, hogy ha megvilágosodok és meghalok, akkor és már nincs több karmikus tartozásom, vagy sikerült kijátszanom ezzel a tudatállapottal,
a Buddha tudatba lépve sikerült kijátszanom a karmát, azon hatalmán kívül kerülök valahogy, és akkor jön a végső kialvás, a nibbána az, amikor a gyertya tövigég, elsercen, és Tehát akkor teljesen megsemmisülsz. Ellobban, tehát ellobban, igen. Tehát mert már nincs, ami táplálja. Tehát emlékszel, a minden vágyat ugye elutasít, nemet mond rá, minden, ami kötődés, ami miatt kötődne ehhez a világhoz, bármihez, bárkihez, ezeket a szálakat elvágta, már nem kötődik, már nincs az, aki kötődjön. Oké? Okay? Ezért... Tehát akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt... Végre, akkor végre. Mondhatjuk azt is, hogy Gótama maga már nincs sehol semmilyen formában, nem? Tehát hát, őróla szerintem minden iskola mást mond, most Gótama hol van. Csak hát csak hogyha ő elérte ezt a végső pontot és ellobbant, akkor... Hát az emberi léte, de hogy aztán a mindenféle túlvilági buddhák sokasága, főleg a Mahayana meg a Vajrayana irányzatban, ebben inkább nem menjünk bele, mert aztán végképp áttekinthetetlen, hogy mi van a túlvilágon, meg még hova lehet tovább lépni, meg ilyenek. Tehát ez már nagyon messzire vinni az alap buddhista tanoktól. Jó, mi van még, ami mítosz? Morbid vallás, amit ide felírtál, illetve ami a legelterjedtebb talán az, hogy annyi átfedés van, legalábbis állítólag. Egyes honlapokon találkozunk, ez annyi átfedés van Jézus és Buddha tanításai között, hogy vannak olyan irányzatok, akik úgy gondolják, vagy olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy Jézus valamilyen formában eljutott Indiába, ugye abban az időszakában, ami a gyermekkora és az evangéliumok leírás, hogy keresztelő János fellépése között volt, és Jézus megkeresztelkedése között volt, és ott vette át Buddhától azokat a tanokat, amiket egyébként találunk az evangéliumokban is. Mi ennek az alapja, és van egyáltalán benne valami jogos alap, illetve, hogyha nincs, akkor mivel magyarázhatjuk ezeket az állítólagos hasonlóságokat? Igen. Én még nem nagyon láttam ilyen hasonlóságot, tehát szeretnék egyszer látni valami hasonlóságot. Ez egyik, van, lehet, hogy találnak mondatokat, ami szövegkörnyezetből kiszakítva, szerintem most emberileg szólva a Buddha is, meg Jézus is forogná a sírjában, ha ezt hallaná, hogy ők ugyanazt mondták. Jó. Erről az egészről. Nem, tehát nincsen közös, teljesen más világkép, istenkép, emberkép a valóságról, az értékekről, helyesről, helytelenről. Tehát annyira más világ a kereszténység meg a buddhizmus, hogy nagyon más pont. Tehát ezt nehéz, nem is kell ragozni. Maga ez, hogy Jézus Indiában járt volna, ez ugye Holger Kersternek volt ez a könyve Magyarországon, az a Jézus Indiában élt, meg egy orosz újságíró kém, most hirtelen nem jut eszembe a neve annak a fazonnak, aki ezt az egészet bedobta a piacra. Ez egy 19. századi indiai sztori, de ez egy bizonyos síta hátterű vallási közösségnek a sajátja. Tehát ugye van a szunita iszlám, emlékszel, volt aztán a síta, és a síták közül vannak ilyen mahdik, mint amin a Bahá'ínak volt Bahá'ullah, és ugye az Ahmadiyya mozgalomnak volt ez az Ahmed nevű alapítója, aki ott a közelükben, a Srinagarban, ott egy ilyen Yus Asaf sírt talált, ahol lehet tudni, síta szentek nyugszanak, de hogy erről elkezdte propagálni, hogy ez a Jusz, ez igazából Jésua, tehát hogy Jézus lenne, és hogy Jézus ott van eltemetve Indiában, oké? Okay? És akkor jött ez az orosz újságíró kém, aki ezt benyomta a nyugatra, a mai napig ebből lehet előadásokat, könyveket írni, ez egyszerűen úgy, ahogy van, nonsense. Oké? Okay? Tehát Jézus evangéliumában nincsen luk a 12 és a 30 éves kora között, hanem az evangéliumok egy zsidó, átlagos zsidó férfi életében a legfontosabb dolgokat írja le, hogy megszületett, 8. napon körülmetélték, 12 évesen a templomban bármicvá, 30 évesen, amikor először tanított a zsinagógába, és aztán jön az igazi szolgálata, az a 3 év. Tehát keresztények ebben nem nagyon láttak lukat, okay, ott, ahol ma egyesek lukat látnak, ott az éppen, hogy egy teljes életet akar leírni az evangélium, fő pontokban, tipikusnak leírva, és nem azt mondja, hogy de aztán 12 évre eltűnt, és visszajött, és hát nagyon furcsa dolgokat mondott. Mert azért buddhizmus, meg a kortárs zsidó kultúra között, tehát köszönő viszonyban sincsenek.
Oké? Okay? Tehát ezt még tudni kell, hogy ezt még mindig erről lehet előadásokat tartani, pedig, hogy mondjam, tehát nagyon egyszerű ezeknek utána nézni. De mégis, ugye, akár sajnos most már a magyarországi YouTube szénában is vannak olyanok, akik úgy lobogtatják Buddha egyes tanításait, és idéznek különböző helyekről, mondjuk a Dhammapadából, és innen-onnan is hasonlítják össze az evangéliumi tanításokkal, mint hogyha Jézus maga is mondjuk, vagy az egész keresztény vallás a buddhizmusból lenne kopizva, vagy legalábbis onnan is az összes többi más vallástól lennének átvéve szövegek. Nem tudom, biztos belefutottál ilyenekbe, csak én gyorsan rákerestem például ugye Jézus tanítása, hogy az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szeretek titeket, és akkor Buddha például hogy a határtalan szeretet gondolatai járják át az egész világot, meg az aranyszabály, hogy úgy kezelj másokat, ahogyan magadat, ugye Jézus meg azt mondja, hogy azt tegyél másokkal, ami magad. Tehát nagyon sok ilyen párhuzam, lelhető, állítólagos párhuzam. Mihez kezdjünk ezekkel a szövegekkel? Hát egyrészt ez nem olyan sok, nagyon kevés. Másik az, hogy ezeket utána lehet járni. Ezt aztán bárkinek a gondolatairól van szó, az enyémről, a tiédről, Józsi bácsiéről, tök mindegy, az ő gondolatait érdemes kontextusban vizsgálni. Tehát, hogy most van egy mondat, és akkor azt miért mondta, kinek mondta, miért mondta, stb. Stb. És akkor rájövünk, hogy ezeknek semmi közük egymáshoz. Hát például az aranyszabát, hogy a legtöbb vallás valahogy megfogalmazza, hogy ne tedd a másikkal azt, amit nem szeretnél, hogy veled tegy. Te se szeretnél, hogy a másik tegyen veled. Ezt negatív formában szinte minden vallási hagyomány megfogalmazza. Ez egy, az embernek szerintem a szimplán, minden kultúrától függetlenül egy ilyen kiáltás, hogy jó lenne, ha az emberek nem csinálnak a másikkal azt, aminek ők sérülnének. Jézus az egyetlen, aki ezt pozitív formában fogalmazza meg, tehát az, hogy azt tedd a másikkal, amit szeretné, a másik tegyen vele. És ennek pedig megvan a Jézusi kontextusa, ami most nem menjünk bele, de mondom, nem véletlenül, hogy kilóg a sorból. Oké? Okay? Tehát, hogy miért népszerű a buddhizmus nyugaton? Azért, mert a vagyis hát a kereszténység, egy hogy lehet összehozni, hát mert aki a kereszténységgel is csinálni kell valamit, és ahhoz, hogy minél könnyebben pápát incsen valaki az egyház, a Biblia kereszténységének, ebbe segíti az, hogyha összemossa valamire. Aha. Amiben már úgyis megvan. Tehát, hogy Jézus, amit mondott, azt már Buddha 500 évvel korábban is megmondta, tehát akkor foglalkozunk inkább Buddhával, nem kell Jézus. Az, hogy Jézus valójában mire gondolt, az meg nem kell foglalkozni. Tehát akkor valláskutatóként azt mondhatod, hogy ez szakmailag nonsens. Ezek nonsens állítások. Ezek nonsens állítások. Tehát, és mondom, ez az alapvető tisztelet hiánya. Tehát azt, hogy nem hagyjuk meg a másikat annak, ami. Hát, hogy ahogyan definiám. Én ezért igyekeztem, mondom, itt buddhista szöveget olvasni magából a közismert magyar fordítású, ami még a Helikonnak az iskolai kiskönyvtár sorozatban is megjelent, tehát ami hozzáférhető mindenkinek vala buddhista szöveg. Hogyha valaki hivatkozik Jézus, hogy állítólag mit mondott, de még sose olvasta az Ószövetséget, akkor most, bocs, tehát ez valahol nem a tisztelet jele. És nem is jut messzire. Tehát ilyen általánosító dolg. Tehát már ilyen szinten hallottam, hogy hát Jézus is mondta, hogy a világ világosság, a Buddha is megvilágosodás, hát fény, akkor biztos ugyanarról beszélnek, nem? Tehát ezeken túl kell lépni. Oké? Okay? Most tök mindegy, hogy dönt az ember ezt, vagy azt az utat követi, de azért tisztelje már meg a másikat azzal, hogy végig gondolja, hogy a másik miről beszél, és miről nem. Oké? Okay? Jó, hát ha már nagyon felületes valláskeverés. Ha már említetted a nyugati keresztény-buddhista viszonyt, akkor térjünk rá arra, hogy mihez kezdhetünk keresztényként a buddhizmussal, és ez az utolsó előtti szakaszunk, az utolsó majd az a néhány kérdés lesz, amit a Patreon támogatók feltettek, és akkor adódik a kérdés, hogy miért ilyen népszerű a nyugat ember számára a buddhizmus. Ugye akár az én gyerekkori élményeimben, ahol talán először találkoztam, ez a Simpsons család című sorozat, ahol ugye Lisa, ahol a lánya kacérkodik a buddhizmusra, sőt maga is buddhista lett, de rengeteg celeb, rengeteg színész, ugye írtál is néhány nevet, akiről nem is tudtam, például Benedict Cumberbatch, vagy Richard Gere, mind-mind buddhistának vallják magukat. Ugye Magyarországon
aki talán közelebb áll a mainstreamhez, az Farkas Attila Márton, ugye a tankapuja buddhista főiskolának az egyik Ő oktatója. szimpatizáns, úgy tudom, hogy ő buddhista Nem, szimpatizáns. ő Nem, buddhista, buddhista is? ő Én buddhista. többször hallottam, hogy mindig mondja, hogy ő szimpatizáns. Hát Tehát biztos félreértettem végül is. kulturális értelemben keresztény, de egyébként elvonulásokra is jár. Tehát, hogy azért tehát valamiféleképpen ugye a tankapuján tanít, erről ad ki könyveket. Talán ő az, akit oda lehet kötni. De miért ilyen népszerű a nyugati ember számára a buddhizmus? Hát megint csak, mert sokan sokféle módon, vagy módon és úton járnak, és sokféle okból válnak buddhistává. Tehát az, hogy valaki egyszerűen csak szeretné relaxálni, csak aztán többbe fut bele, mint amit eredetileg akart, de az is érdekes válik számára. Vagy eleve egy nem teista irányzatot keres, vagy ez a karma lélekvándorlás fogalma nagyon megfogja, és mondjuk a buddhista változattal találkozik. Tehát például New Yorkban ezért van sok budzsú, ez a Buddhist Jews. Tehát annyira érdekes, hogy a zsidó vallás mai irányzatainak annyira kevés a túlvilággal kapcsolatos tanítása, vagy elérhető élményanyaga, hogy egy csomó amerikai zsidó buddhistává válik. Tehát egy New Yorkban. Nekem is a buddhista misszión az első élményem, találkozásom, az pont szombaton mentem a buddhista misszióra, ez még a 80-as évek. És ajtót nyitott egy zsidó férfi szombaton, beöltözve Sábezhez. Okay. Tehát ez Magyarországon is úgy látszik, ez talán nem annyira elszigetelt, ez a New Yorki jelenség. Tehát mondom, nagyon sok minden vonza a buddhizmust, a buddhizmushoz a nyugatiakat. Van egyfajta, azt kell mondjam, ilyen romantikus elképzelés azért a buddhizmusról, hogy ez mindig békés volt, és csak békesség jöhet, meg a tudományosság, hogy lám a pszichiátria, meg a mindfulness, ugye ez is ott van. Aztán a buddhista ábrázolások, buddhista szerzetesek fotói, a buddha szobrok, tehát rettentő fotogén. Ugye, bár van, akit ez a buddha mosoly, ez nagyon idegesít, tehát ezzel is találkoztam már, meg azzal is, aki milyen szimpatikus, milyen nyugalom, tehát az ember egyfajta irigyléssel néz egy ilyen buddha szoborra, könnyű neki, vagy milyen jó neki, vagy de jó lenne megvalósítani azt a tudatállapotot, ami neki van. Tehát mondom, nagyon sok út vezet oda. A celebek közül azért nem véletlen, hogy alig van hindú celeb, tehát vagy indiai származású, vagy hát tudják, hogy a hinduizmusra nem lehet áttérni, az egy, annak születni kell. Hát kivéve talán hogy is hívták, a Julia Roberts, ugye, aki gyakorlatilag hindúnak nevezi magát, de nem véletlen, hogy hindu celebek nincsenek nyugaton. Buddhista celeb viszont igen, az első a Tina Turner volt. Amikor én voltam gyerek, akkor ez a Tina Turner, mert akkor is, hogy mondjam, egy ilyen dinamit mentalitású rock énekes volt, aki aztán elment, és ezt az Amida kultusznak egy változatát csinálta. Tehát ez a kántáló, Amida Buddha nevét hívogató irányzat. Gondolom, ez kellett neki az, hogy lenyugodjon, valahogy kikapcsolja a nagyon zaklatott rocker celeb életmódból magát. A Richard Gere, ugye ő is a Dalai Lámának ugye barátja, ő színészként a ugye gyakorló tibeti buddhista. Az Uma Thurman, ugye, aki a Kill Bill című film, nem tudom, ez a te generációdnak mond el valamit. Persze, Tarantino klasszikus. Jó, tehát őnek az édesapja volt, tudtam, az első nyugati, aki buddhista szerzetes lett. Tehát az Umának a papája volt tibeti buddhista szerzetes. Ő maga mennyire gyakorolja, erre most nem, én nem követem a celebek életét. És hát a Benedict Cumberbatch, akit még szoktak ugye mostanában nyomatni. Bár az Apple-nek a vezetője, Steve Jobs, ő nem annyira eljárt elvonulásokra, hanem magához kérette az emmestert, hogy beszélgessenek, meg mezitláb járt, meg meditált, meg. Tehát az ő, hogy mondjam, az ő életstílusa mellé kellett valami lenyugtató, tehát mondom, őket is meg lehet érteni, tehát az ilyen nagyvállalkozótól a celeb rockeren, színészen át, hogy egyfajta megnyugvást keresnek, vagy a meditációban. Ez más kérdés, hogy hát ennek nem csak buddhista formája van meg. És azért a buddhista formája, ezek a buddhista célokat szolgálják. Tehát ezt azért hozzátem én. És kemben van magyar vonatkozása is, ugye a buddhizmusnak, a Körisztyma Sándor,
aki ugye elment felfedezni a magyarokat, magyarok maradékait, aztán valahogy rossz irányba ment, és végül is Tibetben lukadt ki. És hát egy dolog, hogy nyelvészként fantasztikus, amit művel, de igazából ő buddhistaként halt meg. Tehát lehet, hogy református szent, de bocsánat, szabad ilyet mondani, de ő buddhistaként halt meg tudtommal. Tehát vagy ott van a Zalaszántói stúpa, tehát valami 30 méter magas, Európa egyik legnagyobb stúpája. Mi az a stúpa esetleg, aki nem tudja? A stúpa az eredetileg ilyen ereket tartó épület, szimbolikus épület, ugye négyszög alapú, meg körök, meg mindenféle szintek vannak, a nemes nyolcas ösvény, a négy nemes igazság, tehát ezek a buddhista fogalmak, szent számok jelennek meg egy épületben, egy szakrális épületben, és hát eredetileg ereket tartó volt. Ez is több van Magyarországon, a legnagyobb az Alaszántói, az Európa egyik legnagyobbja. És tudsz-e ilyen híres magyar buddhista celebről? Nem nagyon. Vagy ha vannak is, akkor ezt nem reklámozzák annyira, mint hogy... Meg én a celeb kultúrát nem nagyon ismerem, tehát... Bocs. Oké. Akkor adódik a kérdés, hogyha már ugye nyugaton népszerű a buddhizmus, és beszéltél a magyar vonatkozásokról is, és beszéltél arról, hogy tulajdonképpen a buddhisták azt várják, és azt keresik, hogy egyszer csak elfogjon a gyertyájuk, kiégjen, elaludjon, és vége legyen, és hogy ne kelljen már újjászületni, bár nem olyan értelemben, mint ahogyan azt a hinduk reinkarnációban hangoztatják, de ne kelljen újra és újra és újra kezdeni ezt az egészet, akkor hogyan lehet számukra az örömhírt hirdetni, ami ugye Jézus megváltása és az újjászületésünk, bár ugye nem olyan formában, mint ahogyan ezt ők vallják, hanem ugye mint keresztények itt azt mondjuk, hogy itt a Földön újjászületünk, és ott örök életünk van, ami soha nem ér véget. Tehát mit lehet? Mi lehet egyáltalán evangelizálni a buddhistákat? Vagy hogyan viszonyunk hozzá? Hát igen, ez az egyik legnehezebb dolog, tehát hogy keresztényként hogy tudom elmondani a jó hírt egy buddhistának, úgyhogy értse is. Nyilván azt tisztázni kell néhány fogalmat. Tehát például amikor én voltam zen buddhista, és olvastam egy könyvben, egy zen mesteri mondja, hogy amikor ülök megvilágosodott tudatállapotban, akkor mondhatom, hogy Isten vagyok. Tehát akkor ő például már az Isten fogalma alatt nem azt érti, amit a Biblia. Okay? Tehát egyértelműen nem egy teista Isten fogalmról van szó, hanem egy tudatállapotot azonosít azzal, aki hát egy rajtam kívülálló lény, aki számunkért az életemet. Ugye? Tehát néha ezekkel kezdve egyáltalán miről beszélünk, meg azt, hogy az újjá kell születnetek, mondta is, ez nem azt mondja, hogy reinkarnálódnotok kell. Ugye a anóten, ez a görög szó, ez az azt jelenti, hogy fentről, tehát fentről kéne születni, a lélek által kéne születni. Nem szó szerint újra, hogy Nikodémus is értette, hogy most visszamehetek-e az anyám méhébe, meg ilyenek, tehát Jézus nem erről beszélt, hanem lelki újjászületésről. Hogy mit lehet mondani, az a helyzet, hogy irányzatonként más. Én ugye mondom, én a vipasszanát, ezt a tudatébességet gyakoroltam, meg főleg a zentenek és a szotó meditációs módszerét, tehát én így azt tudom mondani, hogy nekem is azért lett szimpatikus a buddhizmus annak idején, mert engem mindig a valóság érdekel. Tehát, hogy most van Isten, vagy nincs, ha van, akkor milyen, ha nincs, akkor még gondolják, mégis sokan, hogy van, stb. Stb. Tehát mégis a valóság érdekelt, és ami szerintem kihívás lehet egy olyan buddhistának, aki ilyen, tehát akár zen, akár téraváda irányzatban gyakorol meditációt, ami pusztán a tudattal dolgozik. És nem dolgozik szellemekkel. Okay? Tehát a zenben is vannak ezek a makijók, előfordulhatnak ilyen spirituális élmények, ilyen furcsaságok, vagy élmények, de ezekkel nem kell foglalkozni. Okay? A tibetiek meg dolgoznak szellemekkel. Tehát a szellemvilággal, akár pszichés jelenségnek tekintik őket, akár valós spirituális túlvilági lényeknek, de dolgoznak velük, de azokban az irányzatokban, hogy ez nincs, az ilyesmitől távol van tőlük, így általában a téraváda irányzatoktól, vagy például a zentől is, ő nekik azt tudná mondani, hogy mi van, ha a valóság több? Mi van, ha a valóság több, mint amit meditatív úton
fel tud térképezni a valóságból. Mert ugye az ő meditációs rendszereik, most így nagyon leegyszerűsítve, azzal foglalkozik, ami a külvilág által, az érzékszervek által közvetített valóság, és főleg a belső világuk, tehát a mentális folyamatok és ezeknek az elemzése, rekeszizom, kibelmozgásának követése. Tehát itt nincsen itt a szellemvilág. Tehát számukra talán az lehet kivívás, mondjuk egy zenbuddhista számára, vagy téraváda gyakorolja számára, mi van a valóság több, és egy Istennel több. És hogy saját magának adja meg az esélyt, hogy szólítsa meg Istent. Ha tényleg létezik az Isten, akiről a Buddha se tudott, mert nem tudott, akkor szólítsa meg ezt az Istent, hogy ha tényleg vagy, és számomra fontos, hogy én tudjam, hogy te ki vagy, és létezel, és hogy milyen vagy, és ez mit jelent itt és most, akkor valahogy győz meg erről engem. Ennyi. Tehát egy ilyen ima, ezt Isten komolyan fogja venni. Most aki viszont olyan irányzatban van, amivel mondom, nekem nincs személyes saját tapasztalatom, csak olvastam meg, láttam más gyakorlókat, főleg a tibeti tantrikus, meg az ezoterikus irányzatokban, tehát ahol tényleg dolgoznak a szellemvilága, ott inkább az segít, hogy van, aki csak az erőből ért. Tehát ha bajba kerülsz, ha egyszer bajba kerülsz, és kiderül azokról a szellemi lényekről, hogy nem pusztán a te elméd termékei, hanem valós szellemi lények, és kiderül, hogy nem jó indulatúak, akkor hívd segítségül Jézust. És akkor kiderül, hogy ki az Úr a szellemvilágban. Tehát van, akinek ilyen, tehát ex-tibeti buddhisták, tibetiek, akik tibeti buddhizmust akár mongolként, akár tibetiként gyakoroltak, őnekik ilyen élményeik vannak inkább, mint azoknak, akik mondjuk én, ugye zen háttérű, vagy Alice Potter, ugye ő is zen buddhista szerzetesként. Tehát nekünk inkább intellektuális, vagy hirtelen élményszerű kitérésünk volt a buddhizmusból, de azért meg nekem Isten élmény volt, Alice-nek egy hosszabb, nagyon kemény intellektuális út ki a labirintusból, kézen fogva, kivezette a Szentlélek, engem inkább áthúzott egyik a falakon át. Tehát más irányzat, ezért más a tapasztalati rendszer, és ezért Isten is azt hiszem alkalmazkodik, de ezért mást is kell nekik mondani. Tehát ha ilyen van mondjuk téraváda vagy zen gyakorló barátunk, akkor inkább ez a mi van, ha valóság több egy Istennel. Ez lehet számukra kívás, mert nem mondhatja. Egy buddhistának, realistának kell lenni, nem mondhatja, hogy Isten nincs. Tehát ő nem lehet ilyen elvi-ateista. Legalábbis én buddhistaként én erről a többi buddhistát csak így hallottam. Tehát, hogy nem lehetnek ilyen elvi buddhisták. Isten nincs, mert én azt mondom. Tehát ez, ők ilyet nem mondhatnak. Okay? Pláne aztán, ahol ugye meg tudnak a szellemvilágról, hogy létezik emberfeletti entitások, természetfeletti entitások, ott aztán végképp előjön ez, hogy igen, tudnak erről, bár mondjuk egy tibeti is mondhatja, hogy hát a zsidó keresztény Isten az csak egy a sok démon közül, amikből ugye rengetegről tudnak, és akkor az jól betett a zsidóknak, ott vagy valami ismi, de nem, tehát akkor szeretném tudni, hogy melyik szerintük az, amelyik Jahveként megjelent a zsidóságnak, oké? Okay? Szeretném akkor tudni, hogy melyik az konkrétan. Tehát mondom, lehet kiutakat keresni, de valahol ezt az Istent érdemes bátorítani, buddhista barátainkat, hogy szólítsák meg. Aztán ő majd válaszol. Úgy, ahogy ezt az embert meg lehet győzni, ami neki érv lesz, ami neki érv lesz. Isten, ezt láttam, alkalmazkodik. És hogyha nekünk ez az utunk feléjük, és illetve Istennek ez az útja feléjük, hogy ez lehet, vagy ezek lehetnek az útjai pontosabban fogalmazva, akkor mi az, amit, és ez az utolsó kérdés, mi az, amit mi kaphatunk tőlük? Kaphatunk-e egyáltalán valamit keresztényként a buddhizmusból? Átvehetünk-e bármit hívő emberként? Ugye többször említetted most a beszélgetés folyamán a mindfulness-t. Ez micsoda? Mi az, mit akar? Mi az, amit hasznosíthatunk, vagy te keresztényként tudsz hasznosítani, ha egyáltalán van ilyen a buddhizmusból? Igen. Tehát egyrészt ugye pszichológus nem vagyok, tehát a mindfulness
nek a pszichiátriai, pszichoterápiai haszna, hogy vannak bizonyos szorongásos betegségek, ahol ez segíteni tud embereknek, ez a fajta belső tudatosság, a lelassulás, stb. Ezt alá lehet írni, de azért itt a szakirodalom azért most már elegen kutatják, és elég régóta, hogy azért én ilyen szakirodalmat is kapok, ahol éppen azon mennek a viták, hogy de van akinek meg kifejezetten káros, éppen azért, mert éntelenné tesz. Tehát épp azért, mert az én megkérdőjeleződik, és ez a személytelenség, ez ugyanolyan ijesztő, vagy hát káros hatású lehet, mint a, akármilyen depresszió, meg szorongás, meg egyéb lelki dolgok. Az igazság, hogy, hogy vannak is ilyen vizsgálatok, hogy mi történik, ugye ilyen emeri vizsgálatok, mi történik szerzetesek fejében. Tehát ott ül, megvilágosodott tudatállapotban, szamáthiban, és akkor mi történik? És voltak ilyen vizsgálatok, hogy a fejtetőn itt ez a az a fejtető lebeny, most nem mondom a latin nevét, mert mit tudom, vagy tehát ez a fejtető lebeny, aminek az a funkciója, hogy minket térben és időben elhelyez a kis belső GPS-ünk, hogy például ezt kikapcsol. És egyfajta én telenséget, én vesztést élnek át. És hogy emlékszel, ugye ez a lényeg, hogy ugye, amíg az én, a hétköznapi értelembe vett én, a személyiség, csalóka volt, a föl nem ismertetik, addig nincs igazság, nincs megvilágosodás, nincs szabadulás a karmalól. Tehát egy buddhista szempontjából ez érthető, hogy ez cél lehet, vagy az, hogy meditációval ilyenekre képesek, hogy én vesztést él át, ez buddhista szempontból nyilván elfogadható. Most ilyen nyugati, mentálhigiénés szempontból az már egy más kérdés. Tehát, hogy ez valóban kívánatos-e, hogy az ember egy ilyen tudatállapotba jusson, és aztán ebben maradjon. Oké? Okay? Tehát értem, hogy azt érthetjük, hogy vallásilag ez megindokolható, de hogy ez mennyiben egészséges, mentálhigiénés szempontból az már egy más kérdés, erről vitatkozzanak szerintem a szakmabeliek. Tehát te mondom, a mindfulness mögött ez a Vipassana néven ismert, ez a éber tudatosság, ez a szabadon lebegő tudatos figyelem, az, ami a mostban való élet, a mostban való jelenlét gyakorlása. Ez van, akinek segít, de mondom, van, akinek meg kikészíti. Tehát nagyon vegyes a fogadtatása ennek, így keresztényként pedig hát azt hiszem, hogy nehéz elképzelni olyan vallást, ami a kereszténységnek ennyire ellenpólusa lehet, mint a buddhizmus. Tehát, hogy éppen, hogy egy üres világegyetemben, egy közönös világegyetemben egy üres ég alatt élek, vagy pedig az ég tele van, és Isten van, és személy, és személyesen lehet viszonyulni hozzá, meg ő is hozzánk viszonyul, hogy ez megtapasztalható, ebben a tapasztalatban átformálódók, vagy az egész ugye az ő szempontjukból csak illúzió, vagy önállítás. Tehát ez két világ. És a buddhista meditáció is, akár a zenés, egy olyan világkép, egy olyan emberkép rá lett kitalálva, ami idegen a bibliaitól. Tehát az, hogy zent például használják, jezsuita, karmelita, meg más szerzetesek, az Alice Potter is mondta, hogy itt Európában ők voltak a jók. Tehát a keresztény szerzetesek voltak a jók a zenben, nem a buddhisták, akiket tanított. Ez azért valahol nekem egy szegénységi bizonyítvány, vagy inkább ijesztő. Ez szubjektív vélemény, de úgy gondolom, hogy az, hogy a zent használják ima előkészítésnek, tehát a szemlélődő imádsághoz előkészítésként, szerintem a szemlődéshez csak úgy, ez nem kell a zen, mert a zen ez egy nagyon sajátos buddhista emberképre, vallási végcélra kihegyezett eszköz. Semmi köze a kereszténységhez. Tehát tudom, Enomia Lazállatja a jezsuita ott Németországban elterjesztette, de most, hogy most a buddhizmus terjeszti valaki, a zen terjeszti valaki keresztényként, akár úgy is, hogy csak eszközként akar használni valamit, ami valami nagyon másra lett kitalálva, tudom, ez vitatott, én személy szerint ezzel nagyon nem értek egyet. Egyszerűen azért, mert nem erre lett kitalálva. Tehát amire szükségem volt, van, lehet, elcsendesedéshez, szemlélődéshez, pihenéshez, ahhoz nekem nem kell az ilyen egyszerű. Tehát akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy gyakorlatban semmit nem tudunk átvenni tőlük, annyira más az alap, az emberkép, hogy ezeket nem tudjuk megvalósítani. Pont míg ezt mondtad, néztem utána, hogy egyébként magyar nyelven is elég sok anyag elérhető arra, hogy a jezsuiták hogyan használják fel például az zent, és hogyan lehet csend meditációban és a többiben ezt megvalósítani, de akkor ezt... De ha ezt már felhasználják,
ez akkor, és mondom, ők különben kereszténynek vallják magukat, és ugye nyilván, ugye, akkor ez már nem az a zen, amit úgy eredetileg ott Japánban művelnek. Vagy valami nem stimmel. Tehát, hogy az a jóga, amit a kismama torna jóga, már bocsánat, és tehát, hogy ennek már biztos semmi köze nincs ahhoz az eredeti indiai jógához, mint darsanához, mint indiai vallási rendszerhez, az biztos. Ha pedig, bár ebben mondom, az a fura, említettem neked, amikor beszélgettünk erről az egészről, először a Kelovének a nevét. Igen. Hogy volt egy Kelové nevű amerikai baptista misszionárius, aki Japánban volt, és keresztény misszionáriusként dolgozott, és a buddhisták között misszionált, és elfogadták buddhaként. Tehát egy Daisetsu Taitoru Suzuki, aki ennek a Frommal, ugye egzisztencializmusról beszélgetett nélkül, a Suzuki elfogadta őt nem egy kollégának, hanem élő buddhának, mesternek. Tehát, hogy mert a Calvary azt mondja, igen, ez egy megvalósítható tudatállapot. Ebbe bele lehet lépni, benne lehet maradni, innen is lehet szemlélni a világot, de attól még azt mondja, ugyanúgy szükség van a kegyelemre, ugyanúgy szükség van Istenre. Az, hogy honnan jön ez a jelenségvilág, amit a tudat próbál feldolgozni, meg kizárni, meg nem tudom mit csinálni, azt mondja, erre ugyanúgy nincsen válasz. Tehát ez érdekes, hogy ő szó szerint buddhistáknak szó szerint buddhává vált. És közben maradt keresztény misszionárius, és egy a japán vallásokat kutató intézmény maradt utána, a Kelevé után. Tehát nekem félelmetes volt olvasni a könyvét, hogy hihetetlen felkészültséggel, és közben tendaj, meg zen szerzetesekkel a párbeszédeiből néhányat ott közöl, ami tényleg már ilyen gesztus szintjén folyt, mert ez a zen az ember, csak így röviden, hogy azért itt nem annyira a buddhista szövegek, meg buddhista filozófia értelmezése, vitatkozás, meg ilyesmiről van szó, hanem a buddhizmusnak egy ilyen intuitív, a buddhista emberkép intuitív átélése a cél, és ehhez minden eszközt megengel. Tehát föl szeretné tenni a kérdést a tanítványa mesternek, és amikor megjött megszólna, a mestertől kap egy nagy taslit, oké? Okay? És akkor mester mérve, és akkor nem jó megvárni azt, amíg fölteszed a kérdést. Tehát egy csomó ilyen belső sztoriuk van, több száz ilyen sztori van, amik hogy kívülről nézve ilyen őrültek háza, de belülről nézve, ha az ember érti, miről van szó, nem is érti, hanem egzisztenciálisan átélte ezt a tudatállapotot, akkor ezek mindennek a tudatállapotnak a megnyilvánulásai, és ez akár gesztus szinten, egy pár szó szintjén is működik. Tehát, hogy itt van egy keresztény, aki ilyen szinten egy tendai, vagy egy buddhista, vagy egy zenbuddhista szerzetessel tud beszélgetni, és aztán átadni az evangéliumot úgy, hogy ő is értse, ez azért meg kell mondjam, ez kivételes. Tehát mondom, nagyon, nagyon furcsa, hogy egyszerűen van ilyen protestáns, baptista, misszionárius, akit a mesterek mesternek fogadtak el, de maga misszionárius és keresztény, és ilyen akkor meg vannak keresztény szerzetesek, akik meg átvesznek eszközként egy módszert, egy meditatív módszert, valami egész más cél érdekében, mint amire az ki lett találva. Úgyhogy izgalmas. Jöhetnek a kérdések, András? Okay. Jó, mert hogy ez akkor az utolsó, ami ránk maradt, és ugye ez... Tessék? A vég közel. Igen, 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 igen. Most nem csinálunk egy 3 órás beszélgetést. Igen, nektek mondom, akik néztek, hogy az iszlámról egy nagyon kimerítő 3 órás beszélgetést készítettük. Mi is nem csak aki hallgatta. Igen. Igen, igen, de annak viszont nagyon örülök, hogy ennek ellenére mennyire értékeltik, és mennyire nagyra tartották ezt, úgyhogy nem volt hiába, András, nem volt hiába a szenvedésed. Köszönöm. Szóval ezeket a kérdéseket a Patreon közösségünk tagjai tették fel előre, úgyhogy hadd legyen itt ez a felhívás, hogyha szeretnétek támogatni a csatornát, illetve ezeket a beszélgetéseket, akkor a patreon.com/kávéstalpalogatika oldalon megtehetitek, a leírásban találtok ehhez linket. András, akkor az első kérdés, mi a legfőbb, legfontosabb ideológiai konfliktus vagy ütközés a jézusi és a buddhai tanok vagy világkép közt, és mi a legnagyobb közös metszetet adó szelete a rendszerüknek? Hát, ha van valami közös, akkor ez az ember egyetemes tapasztalata a mulandóságról, a hallandóságról.
Tehát az, hogy minden változik, és ettől szenvedünk, hogy minden változik, semmi sem marad meg, nem megjelenik. Tehát ez közös tapasztalat, és itt azt hiszem a közös dolgoknak a végére is értünk. Tehát egyszerűen annyira más világképekről van szó, hogy nem kompatibilisak. Tehát vagy az egyik igaz, vagy a másik. És ennek fényében ugye nagyon sokat beszéltél a különbözőségekről, de mi a legfontosabb, vagy a legnagyobb szerinted, ahol ez a kettő? Tehát mi egy hát, szemben áll egymással? Hát létezik, tehát a Biblia Istene létezik, vagy nem? Az az örök élet, hogy őt megismerem, vagy akkor ér véget a létem, egyszer és mindenkor a végére vége lehet a létezésnek, és a létezések illuzórikus sorának és kavalkádjának, hogyha megvilágosodok. Tehát, hogy el akarok érni egy tudatállapotot, hogy végre vége legyen, vagy valakivel meg kell születni egy kapcsolatnak, hogy végre igazából beinduljanak a dolgok. Az élet, mint olyan, és az, hogy még örök, abban bele se tudom gondolni, de hogy már itt és most beindulhat. Tehát ez két világ. Ez két világ. Jó. A következő kérdés, hogy mi a legfőbb, ja nem, bocsánat, ez már volt, csak kétszer került be. Magyarországon a közgondolkodásban a buddhistákról miért pozitívabb a vélemény, mint a keresztényekről? Ugye általában inkább így fog, toleránsabbak a feléjük, mint a keresztények felé sokszor. A buddhizmusnak jó a PR-ja, mondom, fotogén, amennyit az emberek egy ilyen általános romantikus elképzelés szűrűjén át látnak a buddhizmus történetéből, a buddhista kultúrákból, az abszolút, ami a tévéből jön, tehát a mindenféle ismeretterjesztő csatornákon, ami azért marad egy felületen, nem véletlen, tehát ebből persze, hogy kialakul egy teljesen szimpatikus kép. A másik meg az, hogy, bocsánat, de ott van ez a 360-380 millió buddhista, az ember elmegy egy buddhista országba, és ő csupa jófel, normális emberrel találkozik, akkor utána persze, hogy magáról a vallásról is jó képe van. Azért, mert ezek az emberek, ezek az átlag buddhista, aki civil életet él, de ugyanúgy él, mint bárki más, csak van 5 szabálya maximum, időnként meditálgat, vagy a buddha szoba előtt hajlunk, szeretné valamit elérni. Tehát az ő vallásossága, tehát a vallása, és ez az eredeti szerzeteseknek kitalált mentális iskola, okay? Ez egyszerűen nem jelenik meg az életében. Tehát nem gyakorol az életére olyan hatást, hogy ott előjöjjön az, ami hát szerintem igenis negatív hatási ponton túl, tehát az emberi pszichére. Ezt így látom. Tehát mondom, az emberek, buddhista emberek, ahogy muszlim országban mész, ott is van egy csomó normális muszlim ember, de ez nem az iszlámról szól, vagy a csomó normális buddhista ember nem feltétlenül egyenlő a buddhizmussal. Okay? Tehát mondom, egy dolog a tan, a hivatalos tan, vagy ez az irányzat, ami ott van, és aztán máshoz, hogy ebből mit élnek meg, és milyen szinten élnek meg az emberek. És ebből most nem az jön, hogy minél inkább megírik, annál kevésbé lesznek szimpatikusabbak. Most nem ezt akarom mondani, csak azt, hogy ez egy szerzetes életformára kitalált valami. Tehát egy szerzetes, aki még amikor adsz neki, adakozol neki, akkor is ugye a szalma kalap, ami rajta van, egy zen szerzetesnek, így azt is lehajtja, hogy nehogy személyes találkozás történjen, tehát hogy személytelen maradjon az adomány, és ez ott érték, vagy ez a szempont, hogy személytelen maradjon az adomány, ez egy nagyon más világ, és az emberi kapcsolatok nagyon másképp alakulnak. Egy olyan világban, ahol ez fullon működik, vagy csak a társadalom egy nagyon kis része, akik tényleg szerzetesként ezt meg tudják élni. Okay? És a szerzetesek között is nyilván van egy csomó ember, aki aranyos, jófej, kedves, stb. Látszik a személyisége. És erre mondta Alice Potter, hogy hát igen, csalnak. Tehát az emberi személyiséget nem lehet úgy ledarálni, vagy nagyon nehéz, kemény munka úgy ledarálni, vagy nem ledarálni, rosszul, valamilyen túllépni rajta, ahogyan azt a buddhizmus úgy ideális módon szeretné. Hát ezért van az, tehát nekem is a volt buddhista tanáraim, akik részt a tankapuján, meg minden, tehát aranyos, kedves, tiszteletreméltó, értékes emberek. Oké, tehát nem kérdés.
Nekem az a kérdés, hogy a buddhizmus, ha ezt tényleg megvalósítom, és beáll ez a tudatállapot, akkor mivé válik az ember? Aki túl van jón és rosszon, az ellentétek világán, szereteten és gyűlöleten is túl van, annak a fejében mi van? Oké? Tehát ezeket inkább kérdésként teszem fel. Jó, mehetünk tovább. Szalai András mindennapjaiban mennyire maradtak meg a buddhista motivumok, a buddhista gondolkodás? Erről volt szó, semennyire. Semmi motivum, semmi gondolkodás. Más világ. Jó. Valóságról alkotott teljesen más kép. Az utolsó előtti, a klasszikus buddhizmusban kinek vagy minek kell áldozniuk az embereknek, vagy kell egyáltalán áldozniuk, ugye ezt az adás előtt felvetettem neked, és itt a kérdező gondolt olyanokra, hogy például Balin áldoznak ételt, vagy füstölőket gyújtanak naponta. Tehát mik ezek a jelenségek? Áldozás egyáltalán, ha igen, kinek, vagy ha nem, akkor mi ez? Nem. Tehát semmiféle áldozat nincs a buddhizmusban. Buddha éppen azon akad ki a kortárs hindu áldozati rendszeren, tehát a védikus áldozati rendszeren, hogy az fölösleges, sőt gonoszság. Oké, tehát hogy mi előnye származik abból, hogy állatokat leölnek, meg most az Isten haragját csillapítják, meg ilyenek. Szóval, hogy egyik butaságon nem lehet egy másik butaságot kioltani. Tehát áldozat, mint olyan, nincs a buddhizmusban. Senki senkinek nem áldoz. A tisztelet jegyének vannak kortárs, vagy vannak helyi kulturális jelei, tehát ez a füstölőtől kezdve a pohár víz, a lótusz, a virág, azért, tehát ilyen szimbólumok, a 108 bogyós, ilyen kántálófüzér, a 108 leborulás, tehát ezek ilyen kulturális jelei a tiszteletnek. És most akár egy ilyen népi vallásosság szintjén, mert azért van népi vallásosság buddhista országban, tehát hogy tényleg ilyen Isten pótlénkét imádkozik a Buddhához, hogy csinálja valamit, hogy segítse meg őt, mondom. Tehát ez is létezik, egy népi vallásosság is létezik, nyilván, sőt, annak több tagja van, mint az elit szerzetes rendeknek, tehát a vallás elitjének, de nincs ilyesmi, tehát ez távol áll, tehát ezek félreértések. Az, hogy Balin mi van, na ott viszont valami nagyon fura helyi vallási irányzat van. Tehát tényleg abban én csak képeket láttam, meg pár leírást, a Baraka című filmben voltak ilyen fura dolgok. Az nekem inkább hinduizmusnak tűnt, nem buddhizmusnak. Tehát az szerintem ott egy helyi hindu tradíció van, ami nagyon kilóg a sorból. Bárhol nézünk, mindenhol más arca van a buddhizmusnak, úgyhogy... Tehát akkor igazából áldozás nincsen, ezt mondtad. Nincs. Ez félreértés. Jó. Úgy tűnik, de nem az történik. Az utolsó kérdés, amit nem írtam ki a képernyőre, de, és ez az, amiért kétszer volt benne az első, ez két kérdés egyben, és azt kérje a kérdező, hogy csak akkor kérne rá válasz, ha pozitív és hasznos a válasz, az megvilágítja azt, hogy miről is van szó. Ez a két kérdés az, hogy miért nevezik a buddhizmust, már ha nevezik, teista ateizmusnak? A másik pedig ezt kapcsolatban, hogyan lehetnek buddhisták egyisten hívők, hogyan lehetséges, hogy ezt a kettőt összeegyeztetik? Nem tudom, hogy összeegyeztetnék-e. Tehát nem teisták bibliai értelemben, nem ateisták mai nyugati értelemben, a szellemvilágnak tudatában vannak, a hindu, kínai, tibeti istenek, stb. Ezeknek a létezésüknek tudatában vannak, vagy nem foglalkoznak velük, vagy csak egy részükkel foglalkoznak, és akár fel is használják őket a meditatív iskolázásban, megvilágosodás elérésében. De ezek nem ateista, nyugati teizmus, meg ateizmus, ezekkel nem keverném a buddhizmus. Tehát ez egy harmadik cucc. Jó. Jó, és akkor az én kérdésem az, András, hogy összefoglalásként ehhez magához a buddhizmus témájához mit üzennél a keresztényeknek, az ateistáknak és a buddhistáknak, akik nézték ezt a beszélgetést és esetleg meghallgatták ezt? Hát keresztényeknek annyit, hogy szeressék a buddhistákat, próbálják megérteni őket, nyugodtan olvashatják Buddha szövegeit, nem hiszem, hogy buddhistává lesznek tőle, de legalább megértik, hogy miről szól ez az egész. Gondolják végig,
hogy akivel beszélgetnek, az valamilyen tibeti, mongol, valamilyen ezoterikus irányzatot csinál, tehát ahol a szellemvilággal gond lehet, imádkozzanak érte, vagy nem, tehát olyan irányzatot csinál, olyan meditációt, mivel ami nem követeli ilyesmit, akkor lehet tényleg tisztelettel, de kihívás elé állítani, hogy mi ma a valóság több, mint amit meditatív úton az ember fel tud belőle térképezni, mi ennek a valóságnak kell megszólalnia, megszólítania minket, és hogy talán lehet bátorítani őket arra, hogy tegyék meg ezt a lépést. Hogy buddhistáknak, mondom, ugyanezeket tudnám mondani, minden tisztelet mellett, tényleg minden tisztelet mellett, hogy itt küzdünk azért, hogy mi a valóság, mi az, ami van, mi az, ami nem van, kezdve saját lényünkön. Ugye, hogy most jó az a kérdés, hogy ki vagyok, vagy csak azt kell föltenni, hogy mi az, ami énnek nevezi magát. Itt is csak azt tudnám mondani, hogy ha Buddhának akkor van igaza, hogyha az emberi tudatot tényleg így lehet izolálni. Mindentől és mindenkitől. Vagy pedig abban kezeljük, amiben van természetes közegében. Tehát ez egy mesterséges dolog az ember, hogy izolálja a saját tudatát, a saját tudata önmaga felé fordul, elemzi a valóságot bent, ami van, és mindentől aztán elvágja magát, és akkor ez a no attachment, tehát ez a nehogy függünk, nehogy kötődjünk bármihez, mert ez ugye illúzió, meg ilyesmi. Tehát ez egy mesterséges pozíció, ez egy mesterséges helyzet. Tehát Buddhánál sosem abból indulunk ki, ahol vagyunk. Ő mindig a saját világképének megfelelő ringispőre ültet rá, most, hogy ilyen csúnya hasonlatot mondják, és aztán az persze, hogy forog. De ez már eleve egy buddhista világképre, buddhista emberképre épül a buddhista meditáció, ami meggyőz arról, hogy Buddhának igaza van. Én ezt egy csapdának tartom, tehát egy önerősítő körnek. Tehát ami persze, hogy működik, mert igazolja azt, amire épül. Tehát nekem ez valahol így ismeretelméleti szempontból ez egy önmagát erősítő kör. Tehát ezt szeretném elmondani kihívásként, hogy esetleg ezen érdemes talán elgondolkodni. És azoknak, akik... És csak még annyi, hogy mert nem mindegy, hogy az ember hogy néz magának. Tehát, hogy egy önmagam létét álmodó illúzió csomó vagyok, tehát egy illúziók által szenvedő valami, ahogy egy béka tökéletes buddha, az ember meg áruhás buddha, aki még nem ébredt rá a saját természetére. Tehát, hogy tényleg ez a buddha tudat a saját természetem, vagy pedig tényleg létezik Isten, és az ő teremtménye vagyok, és persze, hogy nélküle nem találok semmi örököt és változatlant magamban, mert csak az örökkévaló, a változatlan Isten jelenlétében vele együtt élve válhatok én is ilyenné. Változhatok át igazából, és válhatok halhatatlanná. És hogy akkor van értelme a személyiségnek, a jellemfejlesztésnek, az emberi, hogy mondjam, az, hogy az ember mivé válik, hogy a szenvedés az nem csak negatívum, ezt persze azért Ázsiában is tudják nyilván, hogy nem csak rossz dolga jönhet elő a szenvedésből, abból lehet tanulni, de hogy ne, a lét nem szenvedés, hanem vissza abban az értelemben, hogy ugye elszakadtunk az örökkévalótól, és azért minden változik, és szenvedünk ettől a változástól, hanem hogy az élet lehet megint öröm, hogy vissza lehet csatolódni ahhoz, aki változatlan, és aki velünk mégis foglalkozik kis krumplikkal. És megy utánunk, hogy engem is 8 évig ment utánam, és amikor végre megálltam és megfordultam, ott volt mögöttem. Tehát, hogy lehetséges ezzel az Istennel kapcsolatot létesíteni, mert ő akar velünk kapcsolatot, és ezért minden más. És az olyan szinten, hogy akkor hogy nézek a kutyámra, létezik-e szerelem, egyáltalán így a szeretet és gyűlölet, minek mi a jelentősége, az ember fejlődése, önismerete, egy csomó mindenre kihat. Tehát nagyon nem mindegy, hogy melyik irányban mi az ember. Az egyik oldalon én úgy érzem, nem igazán tudunk belegondolni. Mind a két vallás olyasmit kínál, aminek a végeredményben nem igazán tudunk belegondolni. Sem az örök életbe, az ilyen halhatatlan létformában örök élet, együtt Istennel, sem a
vagy hogy, hogy ellobban és eltűnik, és az örök halál, ugye, hogy végre-vége. Igazából egyikbe se tudunk belegondolni. És valahol mind a kettő megtapasztalható. Mind a két vallás a realitással küzd. Azt próbálja, arról próbál leírást adni, és abban ebbe ez fogóckodókat adni. Csak ott kezdjük a dolgot, ahonnan Buddha indult, már eleve Buddha, hogy mondjam, előfeltételezéseire építünk, vagy pedig onnan lehet kezdeni, ahol most itt vagyok. Lehet mondani, hogy hát az is előfeltételezés, hogy Isten van, de ez valami, amit hogy mondjam, meg lehet kockáztatni. Tehát, hogy Isten, ha vagy, akkor győzzél meg. Hát ez, sok ex-buddhista elmondta ezt az imát, és meg lett hallgatva. Úgy, ahogy nem gondoltál volna, úgy, ahogy nem várta volna. Oké? Okay. Ez... minden tisztelet mellett csak lépjünk tovább. Valahogy a valóság megismerésében. És mit mondanál azoknak, akik egyik vallást sem követik, sem buddhisták, sem keresztények, hanem kívülről szemlélik ezt az egészet? Kívülről szemlélik az egészet? Ateistaként, agnosztikusként. Igen, igen. És keresőként esetleg. Hát kívülről nézve nagyon furcsa lehet ezek a vallásos muxok. Az biztos, akár azért, mert 108-szor leborul egy Buddha szobor előtt, ugye, hogy egy tudatállapot, amit ő is szeretne elérni, az előtt leborul, vagy leborulok egy láthatatlan valaki előtt, akinek a képére és hasonlótosságára kezdtem el átváltozni. Tehát ez így kívülről nézve, ez így nagyon fura lehet. És... mit lehet mondani? Hol lehet kezdeni? Érdemes megismerni, tehát ha valaki ismerkedni ezekkel a vallásokkal, akkor csak azt tudom mondani, lépjen túl a felszínen. Tehát ez a világosság, világosság, fény, fény, biztos ugyanarról beszél Jézus, meg Buddha, meg ezek a urbánus legendák, meg ilyenek. Tehát ezeken lépjen túl, és nézzen utána. Tehát olvass el akkor Buddha beszédeit. Oké? Okay? Vagy akkor ott van az Ősszövetség legalább, olvass el, ez is 200 oldal. Tehát, hogy legyen képbe, legyen tudatos az a döntés, ez a keresés. Hogy csak azt a mondani bárkinek, hogy próbál meg megismerni azokat a vallásokat önmagukban. Tehát ők mit mondanak saját magukról? Nem az, hogy most mi a korszellem által diktált divatos elképzelés a vallásokról, hogy végső soron egy, meg ugyanoda vezet, meg ilyenek. Ezek ilyen a mai korszellemben megfogalmazott dolg, ami mögött mind felületesség van. Én ezt látom. Tehát ezért mondom, hogy érdemes utánnézni, tényleg föltenni a kemény kérdéseket. Hát a valóság a cél, ugye azt kéne valahogy megismerni, ez a célunk, és a valóság az mindig izgalmasabb, mint a mindenféle fura elképzelések, meg ilyen felületes, nem tudom, vágyálmok. Nem szabad feladni. Aki keres, az talál, és azt nem én mondtam. Hát ez egy nagyon szép zárszó, és szerintem mindenki nek szól, és mindenki tanulhat belőle, és köszönöm András, hogy ismét ezeket megosztottad, és kicsit személyessé is tetted, illetve ugyanúgy, hogy a többi beszélgetésben olyanokat is megtudhattunk, amiket esetleg amúgy nem, vagy nem könnyen találtunk volna rá, vagy nem láttuk volna összefüggéseiben. Úgyhogy hálás vagyok azért, hogy itt voltál, és mindenkit arra buzdítok, aki nézi ezt a videót, hogy kövesse az Andrásik munkáját akár az apologia.hu-n, akár pedig a Pünkösdi Teológiai Főiskolán és az ottani apologetika képzésen, aki egy kicsit mélyebben is szeretne és magasabb szinten is ezzel foglalkozni. Úgyhogy érdemes ezt megtenni, ezeket megtaláljátok majd a leírásban, és hogyha tetszett a videó, akkor érdemes minket is követni, akár is a apologetikát támogatni Patreonon, kommentelni, ezzel segíthettek abban, hogy minél többekhez eljusson ez, és lájkolni a videót. Szóval András, még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm az idődet. És Isten áldjon téged és a munkádat is. Viszont. És Isten áldjon mindenkit, legközelebb találkozunk. Sziasztok!